Jó reggelt kívánok! 2021. június 3-a van, csütörtök, az idei görög túránk 5. napja, és nagyon ráérünk, hogy miért, ennek oka van. A helyszín Görögország, Peloponnészoszi félsziget, Aigos Nikolaos, illetve Stupa között egy olajliget, és a nagy ráérésnek pedig mindjárt mondom az okát. Akik látták az előző részt, azok tudják, akik meg nem. A következő a helyzet. Ezzel felbotorkáltam már ide. Itt úgy van különben szinte mindenhol, hogy ilyen sáncokkal oldják meg a szintkülönbséget, és az adott parcellákban mindenhol egyenes a talaj. Ez természetesen nekünk kempingezés szempontjából nagyon jó. Vannak olyan részek, ahol nyírják, van, ahol nem. Nyilvánvalóan ez annak lehet a magyarázata, hogy nem ugyanaz lehet a tulaj. Legalábbis mi csak erre tippelünk. Mert hogy ezek magánterületek, az is egyértelmű. Na kérem szépen. Táborhely, ott van egy érdekes szerkezet, ott éppen a kollega a piszkálja, azt majd mindjárt megnézzük közelebbről is, ez újdonság a előző túrákhoz képest. Hát azt lehet tudni, így elsőre, hogy tökéletes táborhely volt. A tökéletes táborhely ismérve itt nem ismétlem most újra el. Hát nyilvánvalóan teljesen el kell bújni, takarás, ez megvolt. Mondjuk azért az olajfaliget az pont nem arról híres, hogy olyan nagyon jól takar, legalábbis így fejmagasságban, vagy derékmagasságban. Viszont, mivel hatalmas kiterjedési területekről van szó, nyilván kialakít egy erdőjelleget, ami hosszú távon bezár. Még egy dolgot mutatok, szerintem talán hallani, hogy itt van a főút, és ott pedig van egy ház, de az már a főút másik oldalán, úgyhogy azt feltételeztük, hogy ez nem az övék. Bárki tudja. A másik dolog, ami miatt fontos volt most elbújni, az, hogy tudtuk, hogy most nem lesz korai indulás. Csorda ugye a reggel tudott kolompol, de nem jöttek ide. Leptek már meg máskor is birkák reggel, ez megint csak annyira nem probléma. Az italok teljesen hűvösek, meglepő módon. Eddig még minden éjszaka rohadtul hideg volt. Gyakorlatilag én mindent, ami van, magamra húztam. Még a mediterrán gardrób szekrényt hoztam magammal. Na mindegy, hát reméljük, hogy később alakul. Gyorsan egy info az álomszállás járáról. Nulla, azaz 0 forint. Megpróbáltam alkudni, de ettől lejjebb nem engedték. Ajaj, megjött a házmester, be is ment, hogy rohadjon meg. Jó nagy bogár, és el is tűnt a dzsumbújba. Szerencsére nem darázs. Azért éjszaka felé lett, holnap akkor baj lesz.
Na akkor nézzünk még meg kettő dolgot. Ez szerintem ismerős mindenkinek. Kerreg, úgyhogy jó. Van ennek egy ikertestvére is, mégpedig ez itt. Jól látszik, hogy a két felület között jelentős különbség van. De van más különbség is, például az, hogy abban van egy 4000-es aksi. Ebben viszont semmi nincs, tehát ez csak valós időben való töltésre alkalmas. A kollega Banggoodról rendelte, gondolom van, ami neve sincs kínai. Viszont funkcionálisan egész jól működik. Most kidobtuk így a reggeli napra, és rádobtam a 20000-es Xiaomi-mat. Nézzük mindjárt. Igen, ott a harmadik a tessék figyelni, villog. Szóval megy bele. Egyre egy problémánk van, hogy nem tudjuk a hatásfokát. Ugyanis nem volt idő, hogy megmérjük otthon. Most az lesz, hogy rajta lesz végig az aku, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Valós időjű töltikéknek egyetlen nagy hátránya van, az, hogy egész nap döngető napsütés kell, ami ugye most tökéletesen megvan, de hát ez Görögország. Mi meg ugye az Alpokba is járunk, mégpedig nagyon gyakran, és ott ritkán van ilyen jó idő. Még egy nagyon lényeges előnye van, hogy így az én Xiaomi aksimat majd a kollégának kell vinni, úgyhogy megint megszabadultam egy plusz súlytól. Benne van a barter üzletben, cserébe így adja a szerszámos készletet, 8 kiló. Mondhatnám azt, hogy nem sok hasznát vettük a szerszámos készletnek, mert hogy úgy szar a bringa, hogy szar. Szerelés az volt, vagy legalábbis kellett volna, hogy legyen, de aztán nem jött össze. De ha már itt vagyunk a témánál, akkor tekintsük meg a csodagépet. Ez a kölcsöngép. Tegnap már részben mutattunk pár dolgot. Hát egy ilyen klasszik strapagép, látszik ütött kopott, de azért minden fontos funkció megvan rajta. 8-as váltó, és a kialakítása minden tök olyan, mint az enyém. Tehát igazi túragép. És ami még fontos, hogy V-fékes. Én, megmondom őszintén, ha vissza lehetne csinálni, akkor én lehet, hogy visszacsinálnám. Legalábbis a csomagos túrákhoz a tárcsaféket V-re. Mondani, hogy jó dolgon ne változtass, hát ez, ebben az esetben teljesen így van. Egy néző írta, hogy annyira tetszenek neki ezek a filmek, hogy ő állandóan kobrankóval kell, és kobrankóval fekszik. Hát ez megtisztelő, még ha nő, akkor is. Tudtok még valamit, a kollégának milyen van, egy picit húzt oldalra? Tehát, hogy a kettő között mekkora a különbség, és ugye nem csak szélességben, hanem vastagságban is. Tehát gyakorlatilag ő egy ágyban alszik hozzám képest, de semmit nem mondtak ingyen. Nyilvánvalóan ezt cipelni kell térfogatban és súlyban is nagyobb. Azért persze el kell mondanom, hogy én 20 évig húztam le kerékpártúrákat úgy, hogy még ez se volt, hanem csak az a normális, mi az ilyen sibalaticel, vagy mit tudom én. Hát ott azért, ha jött egy kicsikét görögyösebb talaj, akkor már voltak problémák, de hát azzal is kibírtuk. Amikor ezt megvettem, illetve ennek az elődjét, hát akkor egészen erős minőségi előrelépés lett. Nézd meg, mennyi levegő maradt még benne. Na tessék, ez meg a másik, kipréselni a levegőt. Nem szándékoztam ilyen részletességgel közvetíteni az összepakolást, de azért jó, hogyha mindenki látja, hogy mi molyolás kell itt reggelente. És persze este is, de bár az este azért gyorsabban megy, ott csak ki kell górni mindent. És akkor képzeljen mindenki hozzá, hogy ugyanez szakadó esőbe. Indulás előtt még egy dolgot meg kell néznem. Tegnap, mikor mentem fel a sziklabarlangba, azon a kis bejáraton úgy odavágtam a fejem, hogy ha nincs rajtam a sisak, akkor szerintem ott én, hát nem csak hogy szétmegy a fejem, hanem én ott leszédülök, és akkor lepergek a kőhányáson, mint egy élettelen hulla. Viszont a sisak megvédett, és azt arra tippeltem, hogy esetleg a kameratartó kapott ütést, úgy látom, hogy nem, hanem előtte ez itt. Nagyon fontos, nem győzöm hangsúlyozni. És mint ahogy az eset bizonyítja, nem feltétlenül kell ahhoz bringázni, hogy legyen haszna. Még egy érdekesség, csak hogy húzzuk az időt. Van vízünk, mindjárt mutatom, tele van a kulacs. Nem azért, mert van bárhol itt forrás, mert egyáltalán nincs. Bementünk az étterembe, hogy a csapból kérünk vizet. És a fickó azt mondta, azt felejtsük el, majd ő ad. És elővett egy ilyen sima normál, az egy műanyag kannát, és abból töltötte fel nekünk. Hát most nem kóstolom meg. Annyit mondok, hogy
tegnapi 23 nagydíjas ásványvíznek azért egy picit jobb íze volt. A kérdés, hogy milyen étterem az, ahol nincsen vezetékes víz, ugye? Igen. Márpedig ezen a környéken még a felkapott üdülőhelyeken sem biztos, hogy mindenhol van vezetékes víz. Vagy tudnak valamit a vezetékes vízről. Vagy tudnak, hogy pontosan, nem tudom, be lehetett-e hallani. Így van. 10 óra van. Nem mondanám, hogy jól állunk időben. Majdnem. Még egy valami van hátra. Görgő 2-es. Mert ugye még hivatalosan a másik napot csináljuk. Igaz, hogy már az 5. napon. A bevezető út egy kicsikét hosszadalmas volt. Következően a kivezető út is. Mi nem merünk, bár vannak szakaszok, ahol lehetne tekerni. De a mediterrán tüskék igencsak erősek. Nem kockáztatunk, hogyha nem muszáj. Kezdjük a mai napot. Akik látták az előzőeket, azok tudják, hogy talán az utóbbi 20 év legszivatósabb túráját csináljuk most. Semmi nem jön össze, erősen késésben vagyunk. Most valószínűleg a következő másfél nap történet lesz ebben a részben. Majd menet közben mondom, hogy hogyan tovább. Most azért megmutatom a térképen a tervet, ami most még csak erősen terv. Tehát arról van szó, hogy Stupa, Aigos Nikolaus. Kettő között vagyunk, úgy nagyjából félúton. Az eredeti terv szerint az lett volna, tegnapi terv szerint, hogy nekünk le kellett volna jutni legalább idáig, de lehet, hogy akár idáig is. Most ez nem jött össze értelemszerűen a probléma miatt. Itt ragadtunk Stupába, ugyanis itt csinálják a bringát. Na most... Mi az atya úristen ez? Jönnek a kutyák? Na nem baj, itt a fegyvernek látszó tárgy, majd intézkedünk. Tehát most az van, hogy mai délután megpróbálunk lemenni elviekben ide, tehát a tegnapi programot megpróbáljuk behúzni. Merettünk itt van egy barak, és nyűszítenek a kutyák. Akkor szoktak ennyire nyűszíteni, mikor be vannak zárva és nincs vízük. Először ott nézegettem táborhelyet, de hát mondom, ha mégis kiszabadulnak, az nem lenne nekünk jó, kaja is van hátul a csomagban. Éjszaka most harakozni velük a sötétbe, nem lenne fasza. Akkor itt balra. Itt van a tengerparti sétány. Akik látták a tegnapi részt, azok körülbelül tudják, hogy ez micsoda. Hello. A villanyossal. Hát mi még maradiak vagyunk, úgyhogy nálunk no villany. Mi nem motorozunk. Ez egy olyan hely, ahova igencsak elférne a villanymotor, de mindegy. Ez van. Na, akkor most azt találtuk hirtelenjében ki, hogy elmegyünk Aigos Nikolaosba, ami ott a csücskön van, és strandolással kezdünk. Ez hozzátartozik a lazítós programhoz, ugyanis egy kis előzmény következik most, főleg azoknak, akik nem látták a tegnapi filmet. Illetve részben ez már a tegnap előtti, illetve a teljes túránkra visszamenőleg vonatkozik, amit most fogok mondani. Az előttem levő embernek a gépe gyakorlatilag kuka, tehát szinte minden vonalon szar. És most odáig fajult a dolog, hogy tegnap mire ideértünk, már használhatatlan volt. Viszont volt itt bringabolt. A bringabolt az volt a baj, hogy a szervizelés nem megoldható, mert hogy? Két napja nyitott a fickó, és még nincsenek alkatrészek. Tehát olyan szinten, hogy se kerék, se küllő, semmi. És még egyébként a váltóval is van baj, meg a fék sem teljesen kóser. Most kiderült, hogy már a letámasztó is belelógott a féktárcsába. Szóval szerelési munkák is vannak, de viszont a nagyobb probléma az, hogy alkatrész kell. Mint említettem, alkatrésze nincs a fickónak, ezért be kellett menni a Kalamatába, ami 40 km-re van mögöttünk. Tehát átjöttünk rajta mi is. De azt mondta, hogy azt csak ma reggel tudja megoldani, tehát itt ragadtunk. A szerelés várható időpontja, ebbe az alkatrész beszerzés, illetve a munkálatok is benne vannak, és hogyha ugye át kell külözni, már pedig át kell, mert az agyat azt megtartja, viszont a hátsó kerék cserés, az valószínűleg egy ideig el fog tartani, úgyhogy előre láthatólig időpont szerint
2-3 órát mondott, telefonszámot megadtuk, úgyhogy jelentkezni fog. Magyarul mi addig innen nem tudunk elindulni, és most 10:30 van. Ez azonnal megmagyarázza azt, hogy miért értünk ennyire rá. Talán a 25 éves pályafutásom alatt ilyen még sose volt. Említettem, hogy a bringa szerviz a Stupában van, mi meg a másik irányba indultunk el, hát simán belefér az időbe. Stupában tegnap már lebzseltünk elég sokat, volt strandolás, voltunk ott kétszer, este még volt egy jó kis kaja is, az még lehet, hogy most is meg lesz. Van 4 óránk sziesztázni. Most még mielőtt bárki elkeseredne, ezt már azért nem fogom részletesen közvetíteni, mi nyilvánvalóan itt mindenkit a mozgás érdekel, megyünk, új tájak, stb. Úgyhogy csak egy-két bejelentkezés, egy-két snit lesz, és akkor majd a valódi túra az 2-3 kezdődik. Előtt még elmondanám azt, hogy pontosan mik az addig betervezett programok, csak úgy pontokban. Egy szót szólnék azoknak, akik most kapcsolódnak be, mert sokszor van, hogy csak a jó cív vagy egy borítókép miatt erre a részre kattintanak rá, főleg új nézők, és nem igazán tudják, hogy ki az a két hülye, ez az elmebeteg, mert mit pofázik itt egyfolytában, mert hogy ugye ez jön le így elsőre szinte mindenkinek. Aztán sokan vannak, akik itt ragadnak, én ennek különben örülök. Na szóval, akik még nem láttak ilyen filmet. Obrankó vagyok. Túrákat rögzítek enyédi benyomások alapján, és ehhez általában szöveges kommentárokat is fűzök, és itt nem csak konkrétan a túra lefolyása van közvetítve, hanem minden, ami velük történik, és sokszor eléggé szabados stílusban, ajaj, baj lesz az emelkedővel, talán kibírom tekerni, nem mondom, hogy élvezem, akkor reggel még nem fitt az ember. A reggel persze 10:30-nek kell érteni. A filmek műszaki részében persze lehetnek hibák, képremegés, egyéb más. Szöveges részben szintén csúsztak be mellébeszélések. Szóval én pontosan tudom, hogy ez nem tökéletes. Erre csak azt tudom mondani, hogyha elhittük azt, hogy 7 bányászcsából kibírja úgy, hogy hófehérke csak most főzés takarít rájuk, akkor én is kérhetek egy kis toleranciát. És hogy milyen lesz a film, hát nyilvánvalóan, most még én itt ezt nem tudom, csak snitteket veszek fel egymás után, de ha véleményt kérdezik, akkor hazudhatok is, tökéletes lesz. A legjobb. Sőt, talán a világon a legjobb, benne lesz az első 5-ben, és ott is a legelső. A másik 4 az még nem készült el, azt majd holnap, holnap után és azután csinálom. A pillanatban érkezünk Aigos Nikolaosba, a kis mini halászfalu, úgy ismerjük már, mint a tenyerünket, mintha otthon lennénk. Itt vannak végig a tavernák, a görögök már mind kint kávézgatnak, lehet, hogy nekünk is kéne, mi a véleményed? Tetszek figyelni a reggeli nyüzsgést? A klasszik görögök mindenhol. Picit körbenézek. Mert van időnk, hát ez is itt van egy rendkívül jó minőségű Opel Kadett, majdnem annyira jó minőségű, mint amilyenek a hajók. Aztán, hogy do you have coffee? Of course we have! Hát akkor megnézzük azt a helyet. Mostatunk a másik oldalra, ugyanis itt nem nagyon kapkodtak utánunk. Kilógunk a sorból, úgy látszik. Külföldi nincs, csak görögök, helyiek ráadásul. Pozícióba állítjuk. És a másikat is. Lehet egyébként, hogy nem szükséges, de nyilvánvalóan a szög az számít. Még ha Jancsi, akkor is. Hát az itt van a hölgy, most már nagyjából tudjuk, hogy mi a frappé, eddig is tudtuk, de most elmagyarázta, és most lehet választani, ez mind fagyi, amit lehet belerendelni. Mindjárt nézegetem. Különlegesében gondolkozok. I don't know exactly how to... And good? It's very nice, if you like that. Tahini. Tahini. Yeah. Okay. Elmagyaráztattam vele, hogy mi az a frappé. Én ugye voltam már 2-szer Görögországban, de sose ittunk még ilyen tradicionális frappét. Most kikértük fullba, tehát full extrás. Ami belejár, cukor, tej, tejszín, állítólag még ikrémben is csinálják. Itt a választék különben. Azt mind bele kértük.
És a fagyik közül pedig végigkérdezgettem, hogy mi az, amit nem ismerek. Ez a kaimaki, azt mondja, hogy mi volt még merenda, mocha, meg mit tudom én, és ez, azt mondtam neki, hogy taxíni, hogy ez biztos a taxisoknak mondja, ugye? De kiderült, hogy ugye ők ezt tahíninek mondják, mert az X az itt a H. De az a furcsa, hogy ahhoz képest, hogy egy angol nyelve van leírva, akkor, ezt, akkor ennek nem X-el kell lenni. Mindegy, ezen most túllépünk, kapjuk. Egyébként ez egy első osztályú étteremnek tűnik, de hát mindenki ilyenkor csak reggel szórakozik. Ezt nézd meg itt, mik vannak. Figyeled? Nem rossz. Ez a koktélokból is tudnák válogatni. Ezek itt teák. Jó helyre ültünk, de egyébként a megfontolás inkább az volt, hogy innen van rohadt jó kilátás a kikötőre. Ott voltunk az előbb, még egyszer mondom, az lehet a helyieknek a törzshelye. Nyüzsögnek is rendesen, a halászok már bejöttek. De még egyszer mondom, nekem a teraszos kilátás az első. Mézi le van döbbenve, egy nő próbálgat itt parkolni, ott egész hátul. De amúgy láttad az Opelt? Néztem. A hátulja össze van cementezve. Félelmetes roncsok vannak végig mindenhol itt. De tudod miért? Mert nincs igényük rá. Mert ez még az a népség, ugye ezt Franciaországban is mondtam, hogy nem a pénz tartja őket szerintem vissza, hanem egyszerűen mert nem kell. Érted? Minek? Itt, ez nem egy ilyen ronyrázó társadalom, főleg itt a halászfalvakban. Ebben a másodpercben még megérkezett az aranyos. Már úgy értem itt, hogy a kávé. És ajánlották hozzá a vizet. Én nem vagyok kávés. De, oh, thanks. De most hogy kell inni a vizet? Tehát ez így hozzá, vagy utána, vagy hogy? Jól néz ki. És még kaptunk hozzá egy ruhaszállító fogast is. Az gratis. Akkor kezdjük azzal, hogy mi ez a frappé. A görögség. A görögök tradicionális kávéja. Ezt reggel mindig ezt isszák. De aztán utána a napközben is. Azért különbözik egy picit a miénktől, a mísékünktől. Tulajdonképpen Nescafé, cukor, tej, az egész összemixelve, és utána pedig ezt rétegesen pakolják rá. Mehet bele jég, ebben az is van, illetve a mi esetünkben még kaptunk hozzá fagyit is, ugye itt két különböző félét. Akkor én most ezt kipróbálom. Jól lehet látni a rétegelést, hogy ezt ők most géppel csinálják, vagy tényleg így egymás után pakolgatják rá, vagy erre most nem tudok mit mondani, viszont olyan sűrű, hogy megáll benne a szívószál. Ja, és még nem mondtam, a szívószál is tartozik. Tehát ez kötelező, nem mindenki isza ezzel, de hogy állítólag a profi frappéva, ennek benne kell lenni. Hát mit mondjak? Kávé íze van, de inkább olyan cappuccino szerintem. Tehát ez inkább desszert, mint kávé. Tehát ugye valaki ezzel akarja felturbozni magát, hogy ne aludjon el, akkor erre ez kevés. Viszont akkora egy szerencsénk van, hogy a körünkben van egy igazi kávészakértő. Halljuk. Mit szeretnél róla hallani? Hát az, hogy ez milyen, ugye, értelemszerűen. Tehát mondjuk egy normál kávéhoz képest, vagy egyéb más, gondolom a kapucsinót is ismered, meg minden. Hát ez nem fog ébren tartani, ez biztos. Jó, de egyéb más mit fog csinálni? Például desszertnek jó, ugye? Arra tökéletes. Na. Arra tökéletes, de ébren nem fog tartani. Ja, én arra gondoltam, hogy ez akár még egy ilyen reggeli helyett is jó, hogy mennyire fosat meg, azt nem tudom. Ez nagyon. Komolyan? Tudod, hogy ma még nem volt WC-papíros jelenet, pedig a nézők elvárják. Na hát akkor itt az előkészítő anyag hozzá. Mindenkinek világos, hogy miért kell a kanál. Nem csak a fagyi miatt, hanem még egyszer mondom, hogy ez kimondottan szilárd halmazállapotú. Hőmérséklet is nagyon fontos. Nyilván a jégkocka, illetve maga a fagyi most kontrollálja a hőmérsékletet. Hogyha valaki esetleg enélkül kéri, akkor már régen rossz, hogyha nem hideg. Újabb halászhajó dekkol be. A jégkocka a földön landolt. Enni tudni kell. A jég a leges legalján csörög. Most az, hogy Mészi ezt hogy tudta kikabázni, hogy ez ívesen repült oda át, azt szerintem egy külön tudományát tanítani kéne. Tudod-e, hogy van a diétás macedón reggeli? Nem. Két dupla kávé, egy rakia és egy cigi. Egyébként rakia itt is van, csak másképp hívják. Majd még előfordul, hogy azt is megkóstoljuk. Nézzük akkor a mineral watert.
mifélét adtak ide. A tegnapi dínyertes nem nagyon lehet lefölözni, az majdnem biztos. Ez most avra, mindjárt kóstoljuk. Én nem vagyok nagy ásványvíz szakértő. Mészi viszont annál jobban az. Gondolom a szénsav az úgy hiányzik belőle, ahogy a ganéjból a szar. Ja, hát persze. És az a baj, hogy én szénsav mániás vagyok. Én úgy vagyok vele, hogy a szomjat csak a szénsavas italok oltják. A kannás vizet azért ez is veri. Úgy tűnik, hogy leértem a jégkockáig. Hát hogy mondjam, van benne anyag, még mindig legnagyobb talány, a tahini. Most kiderült, hogy ilyen csoki darabkák is, mintha lennének benne. Nem tudta elmagyarázni a kis csaj. Mondogatta ugye, hogy ehhez hasonlít, meg ahhoz hasonlít, de nem értettem. Te értetted? Egy biztos, hogy nem gyümölcs alapú, inkább ilyen csokis akármi. Magyarul a kávéba az ilyen csoki fagyi, az nem a legjobb választék. Akkor inkább valami gyümölcsös kellett volna, vagy pedig amit te rendeltél, a vanília, tehát az jobban beillett volna. De én meg úgy voltam vele, hogy legyen már abból is valami helyi. Hát itt van. Különben nem rossz. A szerencsétlen kis mini kaktusz végig figyeli az eseményeket. Mármint amiket én itt pofázok. Bele is hervadt már. A süket szövegbe. Seggére vertünk a frappénak. Nézzük akkor a számlát. 9 erregő. És az pedig úgy oszlott le, hogy 4-4 a frappé, és fél-fél pedig a fagyi. A ezei kávéhoz viszonyítva azért ez a duplája, de látszik, hogy jóval többet is kaptunk egyrészt, másrészt meg azért egy percig se felejtsük el, hogy ebbe a szárító csipesz is benne van. Oda állt a görög lebújba, is lett volna. Én láttam, hogy szopált ott egy nő. Biztos olcsóbb lenne, viszont ilyen műanyag pohár, meg mit tudom én, olyan igénytelen volt, igaz? Igen. Azért döntöttünk úgy, hogy átjövünk ide, egyébként ez egyértelműen látszik, hogy egy elit hely. Adunk 10 erregőt, és éppen azt beszéltük, hogy itt simán el tudnánk küldögélni naphosszat. Annyira kellemes az idő, egy picit úgy mozog a szél. Hú, de hát muszáj leváltanunk egy strandolással, nem? Igen. Fontos a változatosság. Az, hogy kerékpártúrán jöttünk, és mondjuk most izzadni kéne valahol a 40 fokba valami bozótosba a 10%-os emelkedőn, azt inkább most felejtjük el, nem? De senkit nem érdekel. Ja, így van. Van egy kis baj. Sajnos látom a délutáni programot. Lehet, hogy széles látószög az nem jön ki, de ott, fölfelé végig, ott a nyomvonal. Mennek autók is. Ott kell majd kimásznunk. Fú, az kemény lesz. És mivel nem tudjuk most csinálni, hanem délután lesz, addigra már lesz vagy 35 fok. Hát erre rá kell edzeni. A tengerbe, a tengerbe. Egyébként az az érdekes, hogy már tegnap, és tegnap előtt is észrevettük, hogy nem várják el a borravalót. Itt a kis csaj is azt mondta, ugye 9 euró volt, adtunk egy egyest, hogy azonnal hozza. És teljesen meglepődött, nem is értette, hogy mondom, nem kell. Nekem ellentétes információim voltak erről, de minden esetre ezt jó tudni. A maszk az itt már végképp nem játszik. Még úgy alibiből a pincérek fölveszik, de az is csak úgy áll alatt. A covidos időkből egy picit úgy kiestünk most itt. Jó is. Tudomásom szerint az átoltottság az nem az igazi. Talán azt hiszem még a 20%-ot sem ért el. Viszont a szigetek azok teljesen tiszták. Ezt ők megpróbálják úgy megtartani, ezt a jó szokást, hogy a szigetekhez még külön tesztelnek. Kompokra nem engednek fel csak úgy. Vakcina, igazolvány ellenőrzés, meg egyéb más minden. De hát magában az országban bejutás sem egyszerű. Ugye az első részben ezt részletesen mutogattam. Olyhaj. Valamit árulnak, lehet, hogy tollat vásárolnak föl. Mondja, itt megöttem, nézi pont ugyanazt, amit én, hogy megjött a tollkereskedő. Hát keményen bele nyúltunk itt a görög mindennapi életbe. A turisták nagy része, akik mennek Kefalóniára, meg egyéb felkapott üdülőhelyekre, ebből semmit nem érzékelnek, az egész biztos. De én úgy vagyok vele, hogy ez nekem sokkal jobban is tetszik. Fasz a gép? Ja, jó. PF. Következő a helyzet. Tegnap kimaradt itt egy homokbeach.
Most azt találtuk ki, hogy akkor azt betámadjuk. És uraim, előtérben a Homok Beach. Én tudom, hogy ez egy kerékpár túra kellene, hogy legyen. Hát végül is itt a kerékpár, nem? Még ha többet toljuk is, mint amennyit tekerjük. Igen. A Homokos Beach az inkább ilyen sóderkavics keverék. Mielőtt keményen betámadnánk a tengert, bekukkantunk, hogy vajon működik-e a program. Hát, mintha villogna. Ajaj, gyerekek, már az utolsó villog. Ez keményen nyomja. Lehet, hogy jó lesz? Hú, ezen érdemes gondolkozni. Hát a Homok az olyan forró, hogy ez még a bifokális skálát is kiakasztaná. Porfondíroztam, hogy hozzam-e a úszócipőt. Fentről láttuk, hogy homokos a beach, persze, hogy az. Ugyanúgy, mint Stupánál egészen idáig. Innentől már jönnek a kövek, na nem annyira drasztikusan. Viszont ami gond, hogy elég lassan mélyül, tehát ki tudja, meddig kell gyalogolni. A görögök természetesen egyáltalán nem használnak ilyet. Nyilván nekem sem lenne szükség rá. Itt ugyanis egyértelmű, hogy sündisztó nincs, tehát ilyen probléma miatt nem kell. Viszont ha már itt van, akkor mit kilógyunk a köveken? Állítólag a evolúció tagadók szerint az ember nem a majomtól származik. Hát, ahogy így végignézem magamon, olyan szörös vagyok, hogy lehet, hogy nekem azért van valamilyen rokoni kapcsolatom a magillagorillával. Mi újság? Milyen a víz? PF. PF. Mondanám, hogy a bikini vonalig mindig oké. Az én esetemben nem, a gatya vonal. Az a nehéz ügy. Odáig még mindig bejön simán az ember, utána már azért úgy gondolkozni kell. Ugye a 4-9 perc átklimatizálódás azért kellett. Most már viszont teljesen faszak. Picit beljebb lapátolok. Abszolút a nyílt tenger, a jó tenger, ha nem mondtam volna. Ott vagyunk most. Egy kicsit előre spoilerezek. A jó tengert végigkövetjük egészen délig, a legutolsó pontjáig. Tenáról fog, ott fejeződik a jó tenger. És kezdődik az égei a másik oldalon. Izgalmas lesz. Normál helyzetben már ott kellett volna lennünk. Sőt, már le is kellett volna, hogy tudjuk. Ott lesz ugyanis majd egy külön program. Nem jött össze. Nyilvánvalóan, sőt most ahogy kinéz, még lehet, hogy holnap se, majd meglátjuk. De már most szépen jövök, fordulok beljebb, túl messze azért ne legyünk a bringáktól, tartjuk szemmel őket, kiraktuk oda a középre, a színpad kellős közepére. Mármikor beugorhat egy-két kakuk tojás, hűtelen odafut, útlevél pénz ugrik, már rögtön nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Átváltok már mell tempóba, hogy gyorsabban haladok, már úgy értem, hogy lábbal megy, csak úgy megy. Az egykezes lapátolás a kamera miatt az valójában csak ilyen egyensúlyozásra jó, másra nem. De szerintem most már kellőképpen bejöttem, úgyhogy akkor gyorsan a szokásos körbefordulás, leginkább a Taigetos, továbbra is a izgalmas Profitas Ilias, valahol talán a legnagyobb. Állítólag itt Illicóból van a legjobb kilátás, ott is van egy ilyen domtál kelefa vár, majd meglátjuk, hogy lesz-e idő felmenni, biztos, hogy nem lesz, mert ugye késésben vagyunk. Oda van a legjobb kilátás, azt nem csináljuk meg, viszont amit mutattam a kávézó teraszáról, fordulok, a délutáni programunk ott, ugye közelítek, látszik ott a fák mellett az út. Hát a hullámzó tenger az stabilan nem tartja a karomat, úgyhogy elnézést. Hát ott végig, és majd át kell mennünk azon a nyakon. Utána viszont nem gurulunk le, hanem egy fennsíki plató jön végig sokáig, és a következőből majd 40 km múlva lesz. Ott megyünk majd Itilionál, majd pedig utána újabb szerpentinezes mászás, a délutáni program, ezt még meg kell csinálnunk ma mindenképpen. Szóval a tengerpartos fürdőzős élvezkedésnek most mindent bele kell adni, és valószínűleg még, hogy most visszamegyünk Stupába, vagy mi ott is lesz. Nyeltem egy akkorát. Aki folyamatában nézik a filmet, azok biztos, hogy rákérdeztetnek megint, hogy miért törünk annyira az ilyen tüten kiugró tolvajokról, miért kell ennyire bujkálni. Hát Görögország az egy laza hely, ilyen szempontból nincs lopás, meg minden. Na-na! Cigányok európai őshazája, itt szálltak partra ugyanis, a törökök hozták be őket, az Peloponészusz. És vannak is rendesen. Furcsa módon nem találkoztunk velük,
De akik itt élnek, például a kalamatai ismerősöm, közben én azért most már szépen lassan araszolok kifelé, sodródok be, és bár nem látszik, de vannak hullámok, inkább úgy mondanám, hogy vannak áramlatok, amik visznek befelé. Na szóval, ezt majd kifejtem egy picit részletesebben, de hogy azért vannak esetek gyakoriak, és a válság, illetve most pedig a Covid, nagy részüket még az a kevés munka, ami volt, még az is eltűnt, és agresszívé tette. Ugye valamiből meg kell élni. A fokozott óvatosságra lettünk intve, és egyelőre még tartjuk, bár előjelek nem nagyon vannak még idáig. Nem tudom, hányan figyelik, hogy milyen tiszta a tenger. Lelátunk az aljára, de az alja itt már jóval lentebb van. A kamera befejezi most a fürdőzést, pedig még szívesen maradt volna, most mondta az előbb. Megy vissza a táskába pihenni, mert szerintem kifáradt. Én pedig egy akkorát fogok úszni, hogy még az sem kizárt, hogy meg is keserülöm. Jelenséget figyeltünk most meg, hogy mondjuk Pészi mellettem, hogy ez a rész megtelt vízzel, meg arra visszafelé is. Most tegnap itt voltunk, én ide még be is mentem egészen bentre, és egyrészt megmagyarázza, hogy akkor miért amortizálódnak itt ezek a tufaszerű kőzetek, mert a tenger mindig elmosa, a másik pedig, hogy ezek szerint van áropály, ugye? Igen. Én erre gondolok, pedig itt ezen a részén én úgy tudom már, hogy csak szinte centik vannak. Hogy miért? Erre majd lehet, hogy később adok magyarázatot, hogyha valakit érdekel. A tényállást eltévedtünk. Hányszor jövünk itt? 5-5-ször. És sikerült eltévenni, bejöttünk egy félszigetre. Nagyon remek különben körbe a panoráma, sőt megtekintjük most ezt a kis kápolnát is. Aigos valami csodálos. Szemben a Taigetos csak úgy mutatja magát. Még egy görög temetőt is. Érdekes, ilyen kutyaólak vannak. Biztos ez itt ilyen helyi szokás. Melyikben még van bejárat is. Egy kutya tulajdonképpen beférne. Na jó, hát akkor ennyi volt. Ez csak egy ilyen közjáték. Nem akarok most filmezni, mert itt a környéken van erről már elég. Listen to the portier lal contigos, porque te pas, porque te pas. Stefani hercegnő 1982, az előadó volt. Stefani hercegnő, ez az a Stefani hercegnő, a Monte Carlói. Igen, lánykorában énekesnőként is próbálkozott. Kiadott egy lemezt is. Körülbelül akkora tehetsége volt az énekléshez, mint amilyen nekem. Megálltam és visszajöttem, és ott állt egy szerval. Az az afrikai macskaféle, és hát olyan úgy tűnt, mintha az állt volna ott. Kár, hogy nem tudtam lekapni. Ja, ez Tupa Beach. Most sincsenek többen, mint tegnap. Egy óra múlt a Bringer szervizes 2 és 3 közé tette a értesítést. Tupa Beach egyébként a bulizó angol hülye gyerekeknek a felkapott üdülőhelye, hogy szoktam mondani a seg nélküli generációnak, mert még a gatya se áll meg rajtuk, az ülepükön hordják. Az a műsor náluk, hogy eljönnek ide, az egész éjszakát átbulizzák, nappal pedig végig alszanak. Aztán utána ezt ismételgetik még 2 hétig. Azt nem értem, hogy ennek mi értelme van. Ezt otthon is megtehetnék, ez nem kell a jó idő, meg nem kell a tengerpart. Állítólag itt Tupa Beach-en mindenhol bárok vannak, meg bulizó helyszínek, hát semmit nem látok. Egy buzitanya, gangbang partik, meg egyéb más. Borkait se tudom megkérdezni, mert nincs itt. Csövet se látok, hogy esetleg Szájer menekül, úgyhogy nem tudok több információval szolgálni, sorry. Itt vagyunk a boltnál. Az előbb ütött szembe egy futó. Úgy nézett ki, mint Andy Vajna. Mondom is Mészinek, hogy lehet, hogy még él, inkognitóba? De nem ő volt, mert Szopó Kata nem volt vele. Nem jó, mert az tímja. Hát, nem vagyok napra kész, sorry. Pattanok a boltba be. Itt van egy ilyen gyors étteremszerűség. Az előbb benéztem ezzel a pofával ide.
mind a négy nő ilyen fel se fogták, hogy mit kérdezek. Ez a tipikus buta görög nő pofa. Tehát az nagyon hozta most. Persze nem tudtak magukkal mit kezdeni, ilyet még nem láttak. Fent vagyunk Szupába, a Jekaterina bevásárlóközpontban. Mutatom, hogy én miket vettem. Egyetlen egy kakukktojás van, szerintem mindenki kiszúrja. Bizony, ez, sericoke. Ez még otthonról van. Ezen kívül ez még különlegesség. Ez megint egy spéci saláta. A pékárjuk nem annyira jó, tehát még éppen, hogy csak oké. És szereztem egy ilyen nejlont. 6 cent lett volna. Mondtam, hogy én annyit nem fizetek érte. Erre azt mondták, hogy jó van, akkor vigyem. 22 forint. Tudom, hogy szarrágó vagyok, de mit csináljak? Így születtem. Kint a terület jelképe, a manitorony, itt is látszik. Girosz volt a terv. Sajnos itt, ebben a kis bolti talponálóban nincs girosz, hanem csak ilyen normál szendvicsek vannak, ahogy ők mondták. A hosszú kifli, szerintem ebbe raknak ezt, azt, amazt, tehát ilyen hideg szendvics, mondjuk úgy. Most lehet, hogy abból kérünk egyet, meg még majd valamit hozzácsapunk, ennyi lesz az ebéd. Ezt már azért túl részletesen nem közvetítem, mert ez a műsor gyakorlatilag most már tényleg semmiről nem szól, ami a kerékpározással kapcsolatos. Hát, hogy majd fog, amikor koppanunk, hogy nem csinálták meg a bringát. Az pedig szerintem egy olyan órán belül kiderül. Préserés. Első körben a két luxot, meg a tejet. Nem tudom, hányan figyelik, hogy befér. Inkább a lájtos ruhakészletnek köszönhető. Jó rátenni mindig valamit, ha sikerül leszigetelni, ugyanis ez nem tudom látszik-e, de szerintem gyöngyözik, jéghideg a hűtőből van, akkor ez akár 40 fokba is egész jó kitart. Megvan a mestermű, az előbb bementem, kerestem toalettet, azt mondták, hogy azt, hogy hogy képzelem. Na hát, elmentem oda hátra, a raklapok közé, olyat húgyoztam, hogy azt elmondani nem lehet. Nagyon tökéletes hely. Ha valaki erre jár, nyugodtan próbálja ki. Én kipróbálom. Ha ezt ilyen szépen kitárgyaltuk, akkor mindenkinek jó étvágyat. A szenya 250 volt, és hideg szenya, mondtam. Ott azért el lehet olvasni, hogy feta, paradicsom, pásztó, mindegy. Szóval na, mindjárt szétbontom, az az egyszerűbb. Viszont kaptam sajtot kölcsönbe Mészitől. Adja csak a dobozt. Ő azt mondja, csak úgy vaktába belenyúlt. Hát ebből semmit nem tudunk elolvasni. Én megmondom őszintén, tegnap szerintem már mutattam a boltba, ugyanabban a boltban vagyunk most is, hogy annyira egyformák ezek a sajtok, és mind ilyen klasszik trapiskára hajazott, például mutatom, ahogy fogja, hogy én nem mertem egyikbe se belenyúlni. Hát most így bepotyázom, megkóstolom, teszteljük, aztán majd meglátjuk. Én valami igazi jó, ez jó? Azt mondják? Na, hát nézzük a szenyát perspektívikus közelítésből, és innen asztalról is. Hát ami jól látszik, hogy azért elég tartalmas, például az olivabgyót, azt nem sajnálták tőle, nem is igazán gondolnám, hogy kellene, mivel hogy ez szinte itt ingyen van, a paradicsom egész dizájnosan rá van vágva, és akkor ott van alatta valamiféle sajt, és az állaga alapján sokkal lágyabb, mint ez, de az igazán izgalmas, az pedig az ott. Azt hallottuk itt infóként, hogy ez egy ilyen helyi húsféle, leginkább a disznónak valamelyik része, ami viszont füstölve van. Tehát ez füstölt hús, sos szendvics, és olivabogyóval, illetve az összes többi átlag ilyen gyors éttermi betétekkel felturbózva. Én azt gondolom, hogy ez jónak tűnik. Na most, ami tudkóra biztos, és igen, hogy a sót azt kifelejtették belőle. Na most én meg nagyon sósan eszek. A táskában természetesen van só, de annak a kikotrása 4, kötőjel 40 perc. Marad a sótanú létkezés, pedig ide kell a só, a bringatúrástól. Fontos a szervezetnek, igaz, hogy semmi dolgunk nincs, csak iszunk egy kis tengervizet, és akkor már pótoltuk is. Hát megmondom őszintén, hogy én ettől nem vágtam agyat magam. Ez egy normál, ez egy ilyen trapista, gauda, stb. Ilyen kommerszerű sajt. De mit mondasz, Mészi? Igen, de... Vagy te érzel valami különlegeséget benne? Hát annyi, hogy jubol van, annyi, tehát érződik rajta. Nem is én érzem. Jó íze, jó szaga van. Jó szaga van, ja. Mindegy, hát van időnk még kísérletezni. A fenyav viszont kincsi. Picit forduljunk már körbe a környezet.
kicsit olyan fapados, de azért ez a boltnak a külterülete. Itt van egy gyönyörű szép ilyen füvészkertszerűség, tele a mediterrán növényekkel, meg egyéb mással, minden virágzik, ugye ez nem meglepő, ami igazán izgalmas körbe ezek a fák. Nagyon hangulatos. Egy probléma van, és ezért lefonok egy nőszpontot, hogy a szökőkút nem működik. Mondjuk az is igaz, hogy víz nincs egy csepp sok környéken. Nem is csoda. Ez eleve csak dísznek épült szerintem. Az a bajom az ilyen tipikus szendvisekkel, hogy ha nincs benne valamilyen krémes állag, akkor az nekem száraz, nyögvenyelős. Hát direkt készültem, mert van majonézem tubusban, még otthonról hoztam, hogy azt majd én szépen beiszapoltatom, és akkor úgy lesz fasz. Igen ám, de elkövették azt a hibát, vagy inkább úgy mondanám, hogy inkább ez egy jó pont, hogy fetát tettek bele, nem a száraz sajtból. Úgyhogy így meg egész kellemes. Kérdezem Mészit, mert láttam, hogy én teljes kiörülésű kenyeret vett, hogy ő ilyen meggyőződésből egészségesen táplálkozik, vagy esetleg valami ideológia mentén, vagy pedig egyszerűen csak így sikerül. Azt mondja, hogy nem, egyik se, de azért odafigyel. De mondtam neki, hogy ne adj Isten véletlenül vega, vagy paleo, vagy egyéb más. Akkor megvan a filmben a célpont, lesz műsor, azt mondja nem, úgyhogy megúszta. És szokták figyelni a filmet, hogy tudják, hogy nekem erről van véleményem. Én azokat az embereket, akik ilyen-olyan ideológia mentén megvonják maguktól az egyébként normálisan természetes táplálékokat, tehát akár a zsírt, a cukrot, a egyéb mást, bebeszélik maguknak innen-onnan közösségi oldalakról, hogy ez nekik jó. Na, ezeket én nagyon lenézem. A betegség meg egyéb más az kivétel. De mikor egészséges és emberek gyakorlatilag a teljes étkezési repertoárjukból kiadják a legjobb részeket, na hát, akkor erről ennyit. Norbi milyen jól megél ebből. Pedig tulajdonképpen abszolút megértem, csinál pár ilyen látványfogyasztást, tudod, médiában egy kicsit felturbozza, és akkor utána ez működik. Nem ítélem el egyébként, üzleti fogásnak is teljesen rendben van. Itt van például Mészi, 2 méteres. Most hogy néz neki 60 kilósan? A sajt egyébként kefalóniai jusajt. Érdekes a számla, hogy használják a hagyományos írásmódot is, az európait. Megkeverik ezzel a hieroglifával. Most, ahogy végeztünk, megebédeltünk, akkor én most ide ledőlök, mert ebéd után még apámnak sem dolgozok. Akkor most ugrik a majom a vízbe, 3:43, és a csávó még mindig nem telefonált. Most azt csináljuk, hogy egyszer lemegyünk, megnézzük, és nagy kopping lesz, hogyha esetleg bevágja, hogy még egy nap, vagy ki tudja. Silány a mai teljesítmény, 11 kilométer, csak oda eljöttünk a tábóhelytől idáig. Csak élvezkődés volt, kaja, strandolás, meg egyéb más, amit egyébként mindenki csinál, mikor ide jön. De mi szopni is akarunk az emelkedőn, és a körülmények egyelőre nem engedik. Keri, éppen most mentünk el mellette. Görögországban tudni kell, hogy a normál mezélyen minimarketekben nem nagyon van kenyér, egyáltalán semmilyen pékáru, hanem le kell vadászni a bakerit, ami sok helyen van, de azért nyitvatartása eléggé limitált. Úgyhogy ha valaki esetleg ilyen hasonló túrá jön, mint mi, akkor erre figyeljenek, Kefalóniában ezzel elég sokat szívtunk. Őszezonban azért nem teljesen van így. Hi, that's fine? Oh, that's very good. So I'm waiting for the calling. Bingo költözéshez foglalkoztat, gondolom a Dimitri, mert úgy hívják. Itt a rodeó gépünk. Reméljük, hogy oksi. Na most jön az igazi műsor, az átpálházás, de a még igazi műsor az lesz majd, mikor fizetünk. Mondom a helyzetet. Ehhez muszáj lesz egy kicsit leülni, de majd azért menet közben is beszélek pár dolgot. Kipróbáltuk a gépet, az, hogy miket cserélt rajta, az helyből látszik, hogy vadi új ráf, és sokkal stabilabb, mint ami volt, erősebb. A küllők, mint a beton, és beletállítva a fék,
bocsánat, a váltó, ez is össze-vissza volt. A fék, ugye a letámasztó is belelógott, az egészet állítólag úgy meghúzta, hogy az atomtámadást is kibírja. Nagyon reméljük. Akkor most jön a plusz, hogy nem így csinálta, hanem bement Kalamatába, onnan pakolta ki, mindenki látta az autóból. Kalamata 40 km, ugye oda-vissza 80. És akkor beszélt már az előbb olyat, hogy az új kerék az mit tudom én 170 euró, úgy akkor már kezdtem úgy megijedni, hogy akkor itt gond lesz. Közölte, hogy 60 euró a kerék. 5 euró a munkadíj. Az közben megszakított egy pillanatra, mondta, hogy telefonszámát ideadja, aztán reklámozzuk a helyet, hogyha valaki idejön biciklivel. Hát esély nincs rá, ez szinte egészen biztos, hogy rajtunk kívül, hogy bárki jön, akár magyarok is. Az is tehát, hogy mindegy. Támolunk. Aztán majd folytatom menet közben, mert most rá kell kapcsolnunk. Sajnos egy hiba megmaradt a korábbiakból, mégpedig az, hogy a legfelső fokozatban beleér a váltó kiskereke a küllőkbe. Attól félek, hogy egy sima beállítással nem lehet orvosolni, majd meglátjuk. Próbálj újra, előtte nem volt egyébként, üresen nem csinálja, csak súllyal. Már pedig muszáj lesz a felső fokozat, mert eleve 8-as, és hát itt durva emelkedők jönnek. Igen, nem fasz a helyzet. A váz flexibilis, ő is mondta. Szerintem gyengúsz a váz. Én erre tippelek. A jó öreg KTM. Ezzel ilyen gondok nincsenek. Ránézés, az ember azt gondol, hogy ez egy masszív gép. Már Dimitri megy vele. De 20 kilóval könnyebb, mint te, nem? Az is számít. Lényeges a váltó beállítása, mert... Figyelj, már mielőtt bekanyarodna, azt elmenne, így súllyal mindennel együtt. Akkor mehetnénk gyalog haza, mi? Hát, mert minden papír ott van nála. Jó. Akkor következne a bringás üldözés, de a villanyal mennék utána. Úgy néz ki, hogy akkor minden oké. Vagy legalábbis most látszólag az. Körülbelül egy olyan fél órát azért még el kellett játszani itt az utómunkálatokkal. Beállítások, egyéb más. Hát a váz sem fasza most kiderült. Erre a súlyra nincs tervezve. Összehavarkodtunk különben a Dimitrivel. Nagyon értékelte azt, hogy mi igazi bringások vagyunk. Hát ezt ő mondta, tehát most nem magamat akarom minősíteni. Főleg azután, miután elmondtam neki, hogy mi a terv részletesen. Azt mondta, ő ilyenekkel, akik ezt így, ezt a tervet megcsinálják, még soha az életben nem találkozott. Ha megcsináljuk, akkor ő emeli a kalapját. Hát ez egyrészt dicséret, másrészt még nem csináltuk meg, ugye? Majd részletesen belemegyek akkor a történésekbe, mert egyébként érdekesek is, ugye már az árérték arányról is szóltam pár szót, az még izgalmasabb, de majd csak akkor, mikor lesz látnivaló, mert az olajfa ültetvények szerintem már senkinek sem annyira izgalmasak. Majd van, felakadt a lánc. Begyűrte, remélem nem tört el. Inkább itt legyen baj. Hát, nem tudom, ez már előtte is volt ez a baj. Most legyen szar, pár kilométerrel ide még vissza tudunk menni. Hogy áll a váltó? Ilyenkor van gond, mert nagyon hamar törik. Nem vettünk olajozót. Az a baj, hogy 12 napra meg kevés lesz ennyi olaj rajta. Ez biztos. Már majdnem megnyugodtam, hogy minden oké. Kácsoltuk. Persze, ez nyilvánvalóan további a mesiba lesz, mert nem szabad váltani erőből. Ugye ez alap bringásoknál. Mutatok jobbat. A memória megtelt. GPS beadta a kulcsot. Na hát gratulálok. Ez is szar, amióta elindultunk. Egy betekintés ide jobbra. Igazándiból semmi különös, annyi, hogy itt táboroztunk. Tehát csak nagyjából tippelem, mert minden egyforma. De körülbelül így légvonalban itt lehettünk, ott hátul látszik különben a tenger. Tehát a tenger oldalán megy a bringa út. Hova megy a mama? Nem is mama. Egy jó kis csaj volt. Na mindegy, szóval valahol itt lehettünk bent, és itt most jól látszik, hogy egy picit lejjebb húzom a kamerát, hogy azért elég jól végig látni. Én az olajfa ligetben is lehet okoskodni, tehát jól látszott, hogy mi olyan helyen voltunk, ami teljesen rendben volt. Egy dolgot elfejtettem megkérdezni viszont Dimitritől, hogy a Profitas Iliász valójában melyik? De van egy olyan gyanúm, hogy hát ott elől. A helyi HMC, a helyi menő csávó. Ezek nem bringával hasítanak, ezzel majd baszni kell, vagy már elnézést. Kicsit frusztrált vagyok már ezt a sok negatív esemény miatt.
nézzük meg ezt is. Ezek kölcsönbringák lehetnek szerintem. Mégpedig innen Dimitritől a látszat ellenére igen jól megy az üzlet. Most egy kicsit visszaesett a Covid miatt, de nyáron beindul. És főleg a turisták, akik alapból brigások, de vagy repülővel jönnek, vagy nem akarják hozni a gépeket, azok brigázgatnak a környéken, és óriási mázlia van, hogy nagyon jó a környék. Tehát itt tényleg, innen most persze nem látszik, de lent az a bringa út végé, amit keringet itt a 3-4 falu között, az a nagy sziklafalal egészen Betrikiáig, az nagyon rendben volt. És ha valaki gyaral, nem is kell neki több. Itt a főút mellől nem igazán látványos szinte semmi. Van egy-két épület, ami elmegy, meg ugye a hegyek, de azok most még távol vannak. A Peloponnészoszt a tenger dobja fel. Nyilván a tengerparti túrák izgalmasak kerékpáros szempontból is. Előttünk már ez a nagy hegy, és főleg inkább az a csúcs ott. Ez már az Izali lesz, tehát a Taigetosznak a dél-keleti előhegye, vagy inkább ahonnan mi jöttünk utó nyúlványa. Ezt ki fogjuk mászni. Summázva összefoglalva ez a délutáni program. És bár szintet nem tudok mutatni a kuka kilométer óra miatt, de egy olyan 25-30 méternél nem vagyunk feljebb, ugye itt van a tenger, lehet látni. A hágó pedig legalább 500 méter, ott egészen hosszan vannak fent települések. Látószög miatt nem biztos, hogy okés. Így gondolom, lesz majd egy jó kis szerpentin, és akkor hát a nyakon. Megálltam már, két dolog van. Az egyik, hogy a kamera széles látószöge volt, ugye amit most dumáltam, gondolom, hogy semmi nem látszott, csak ilyen kontúrok. Na, ezen valamit orvosoltam már. A másik pedig, hogy megpróbálom kitörölni a sallangot innen. Engem a már volt adatok úgymond egyáltalán nem érdekelnek, csak valós időben mutasson. Hát most gondolkozik és töröl, remélhetőleg. Van egy olyan gyanúm, hogy amilyen hülye ez a Brighton, majd még minden adatot elfelejt, közben itt a helyérő bringával. Úgy látom, hogy megy a strandra, a strandpapucsba. Nekünk meg volt a strandolás ma, és mivel most fölmegyünk a hegyre, nem is volt baj. Észi közben meglépettem, és látom, hol van. Amíg előttem van, nincs gond, mert legalább halad. Lájgoz Dimitroszi feljáró. Igazániból nem lett volna akkora szopacs. Tenger látszik, nincs azért annyira mélyen. Egyelőre meglepően jól lehet haladni. Már 3-4 van, de jól látszik szépen az árnyékomon, hogy igencsak magasul tűz még a nap, de ha valakit érdekel a delikvens, akkor tessék! Ott van! Egy felhő nincs az égen. Most már ebben a látószögben kicsit jobban látszik, hogy hol megyünk fel, ott a települések vannak végig, hosszan, ívesen. Van gond? Nem. Jó, gyere, gurulok! Ami problémás, hogy nem jók ezek a gurulások. Tehát ezek nagyon nem kellenek, mert akkor egyre keservesebb lesz majd vissza. Ugye a klasszik uvala, ott arra, tenger felé, száraz uvala, ezzel mindig ez a gond, Horvátországban millió ilyen van a Velebit lábánál, hogy akkor le, aztán újra föl. Még mindig elfoglalt. Az a szerencsé, hogy én is elfoglalt vagyok a tekeréssel, mert hogyha rá fogok érni, akkor lehet, hogy taposás lesz belőle. Szaporodnak a manitornyok, ez már egy teljes komplexum. Egyértelmű, hogy új építésű. Vagy lehet, hogy valamikor nem volt az, sőt biztos ott a régi, a templomos része. Éppen megér egy megállást. Jót látszott, hogy szerintem ez apartman, vagy lehet, hogy nem. Itt van egy kis, mehetsz, hogyha akarsz. Itt látszik a teljes komplexum kivilágítva. Jól néz ki. És akkor így meg felülről. Itt van egy rövid ismertető, hogy írják, hogy 12.000 méter, és gyenge, jó arra here, itt. És ez még így ennyi. Hó-hó, mindjárt bekukkantok. Még saját kis mini kápolgyá is van, az istenit. Nem merek belerúgni, mert visszarúg. Nézzünk csak be. Hát ez itt be van zárva. Hát, semmi. Ennyi. Most még nagyon csodálkozok ezeken, de még egyszer mondom, 800 darab vagy mennyire? Ilyenből? Persze valószínűleg mind rosszabb állapotban. Lehet, hogy akár még táborhelynek is jó lesz. Egyébként a komplexum valamiféle doktoré. Kérdés, hogy milyen doktor, igazi doktor egyáltalán. Ugye sok kamu doktor van, ilyen doktor Albán, meg ilyenek. Ezik magukat doktornak,
aztán akkor az már minősít. Nem, az már nem minősít. Az ENB, meg a VV, na az minősít. ENB Pöcsi, vagy VV Kismagyar Ken Barbie. Na ezek a rangok a mai világban. Indul a szerpentinezés, most pedig látványosan, ennek különben örülök is részben, bár látom tovább az utat végig, arra, ott a gerincen, és aztán fel a faluba. Szóval nem nagyon bizalomgerjesztő, viszont az se, hogy a kilométer órán most már körülbelül egy olyan, mit mondjak, fél órája elfoglalt. Mi ez? Valami sztár ügyvéd? Pesten? Komolyan mondom, ha megállok, olyat rúgok bele, hogy a spiccem el fog törni. Az előbb, itt az egyik toronyból kirontott rám egy ilyen kutymuty jellegű kutya. Kikaptam a CSR számot, meghúztam a gyerekemet itt a bal lapockámnál. Száj voltam megállni, egy picit pihentetni, nehogy aztán bedurranjon. Ugyan nálam diklak, de csak összesen 2 darab. Közben tekintsünk fel az utunkra. Durva lesz, de lesz kilátás is. Itt mellettünk ez az osztrák ilyen robúrszerűség, majd beszart, úgyhogy ez bizony közelíti a 800-ot, a 100%, és már emelkedünk is kifelé a tengertől. Kérdezte a görög szerelő srác, hogy bikepacking? Mondtam, hogy yes. Otthon is sokszor kérdezik tőlem, hogy összefutunk, ugye Magyarországról beszélünk, jön a nyikhajs útjó, életében nem volt még bringatúrán, de bikepacking, míg mondják, hogy bikepacking meglátnak, és akkor az a válaszom, hogy nem megyek biciklivel Pekingbe. Akció meg ilyenkor ez, hogy nem fogja fel, hogy mi van. Magyarul is tudjuk, hogy csomagos túrázás, nem kell mindenben trendinek lenni. A bringás fórumok nagy része ilyenekkel van tele. Mindenhez hozzá kell szólni, ugye ez a Facebooknak a lényege, akár értek hozzá, akár nem, de mutatom a jelenlétemet. Igazán szoktam, csak hogyha nagyon fontos mondani valóban van hozzászól egy-két poszt, esetleg az is szigorúan csak saját magamról. Ögni jó, olvasmányos, egy kis baj, igazság szerintem nem bűszaki, egyen meg senki, abból már elég volt. Ugye megnézem, megtámasztódik-e, talán most, ehhez kell a rendes letámasztó. Persze, miért férne be, majd mindjárt így. Hát ez sem túl stabil, de jó. Oké, elő a másik kamerát. Ugyanis annyira susnyás az egész, hogy próbáltam lefelé kamerázni, de nem működött. Már úgy érzem, hogy a kilátás nem működött, ugyanis túlságosan nagy a perem, és bejött a bozótos. Na ide, vissza kipattanok. Jaj, mennyi tüske, mennyi ki tudja ki, jó, egyéb más. Na ez a mediterrán klasszik, mármint növényvilágból. Most már azért nagyon szépen látszik a tenger végig. És lehet látni, hogy hol bókláztunk. Tehát ugye stupa, szerintem az lesz. Ott a, nem az ott hátul, ez a Kitvíz félsziget, azt tegnap délelőtt nyomtuk le. Tehát feljöttünk gyakorlatilag a csücskétől, ott most a hátsóról beszélek, próbálok így mutatni, de nem, igen, tehát ott a csücskétől följöttünk egészen a nyakáig. Tehát egész oda, utána fent kerintünk, majd utána lejöttünk ide, ott aztán Kardamil, majd pedig utána van stupa. De még az se kizárt, hogy ez itt stupa. Nem. De. Jó, tehát itt van stupa. Tehát itt tanyáztunk gyakorlatilag 2 napot, ott a bringa szervíz, stb. Na most a főút egy kicsit bentebb jön, azon jöttünk most. Viszont lent a parton megy a bringa út. Ott keringtünk másfél napon keresztül, ugye bejöttünk az Aigos, Aigos Nikolaos, igen, nagyjából félúton, és akkor itt pedig, hogyha tovább megyünk, akkor ennek a nagy hegynek a másik oldala leszakadva, az a Trikia fal, és utána mi végigmentünk a parton. Innentől lesz az világos, és ha végigmegyünk be a parton, akkor ez az óriási hegy, ez közén kerül, tehát onnan ide a főútra nincsen feljárás. Ezért kellett ugye egy hatalmasat kerülni, és akkor itt szerpenzik fel, most már ugye jól látszik, hogy hol az út, íme. Ott csinált még egy nagy kanyart, ott még volt egy dupla, csak nem látni a bozótostól. És akkor itt most kilódunk fel, délutáni telibe, napsütésben a 33 fok lehet körülbelül, a levegőhőmérséklet és az érzett hőmérséklet, a feeling az nyilván jóval erősebb. Kicsit háttérben Messinari félsziget. Tegnap már beszéltem pár szót róla, és a prefektúra is, amiben vagyunk, szintén Messina.
A Messinát azt fogadjuk fenntartások, az nem keverendő az olasz Messinával. A kettőnek némiképp, történelmileg legalábbis, van köze egymáshoz. Hát, ez már nem lesz énekes halott. Gyakorlatilag lefagyott, most azt tudom csinálni, hogy meg kikapcsol meg vissza, azt majd meglátjuk. Úgy látom, hogy volt itt egy kis talajamortizáció. Mindenkinek világos, hogy itt nem az árvíz rendezkedik. Találós kérdésnek is. De inkább megmondom, földrengés! Magyarország a földrengések hazája. Majd még erről, ha nem felejtem el, fogok beszélni. Bobcat Goldthwait! Bobcat Goldthwait, a színész egyébként, nem tudom hányan emlékeznek még rá, rendőrakadémia sorozat. Ő volt a visítós. De nagy kedvencem volt ez akkoriban. De csak szigorúan VHS-ről, narrátorral. Én is csináltam annak idején hangalámondásokat. Meg volt a stúdiótechnikám minden, de csak kizárólag horrort és pornót. Akkoriban nem az ment, hogy letöltöd az internetről, azt akkor oké. Ment a cserebere fogadom. Agyon másolt videókazettákon. Mai fejjel nyilván már megmosolyogtató, de akkoriban egy nyilvános videózgatások voltak. Tehát az volt mozi helyett a mozi. Emlékszem, hogy a videódiszkósok nyomták, hozták a két nagy Videoton tévét, kirakták a központi előadóba, és akkor meg volt hirdetve a mozizás. Persze szigorúan csak betiltott filmeket, ilyen Rambo, meg ilyen rendszerellenes amerikai kommandós filmeket, Chuck Norris nagyon nagy divat volt. De nem ingyen, szedték a lóvét. Missing in Action 2 volt a kedvencem, amikor Chuck Norris beásták a földbe. Mély hangon könyörgött, hogy ne, mert ugye női volt a narrátor. Mész ide kiabál, hogy a Missing in Actionnek nem Tom Cruise volt a főszereplője? Tom Cruise a gyálas filmekben játszott! Vérgagyi romantikus szennyekbe. Ilyeneket nem néztünk! Az igazi durranás az nem ez volt, mikor úgy lecsengett így mindenki, már úgy megnézt, és akkor eloldalgott a népség, hogy belső körnek jött a horror. Tartott körülbelül egy olyan évfélig, és akkor egy még szűkebb körnek megjött a pornó. Nem nehéz kitalálni, hogy én az összes körbe benne voltam. Hiszi, hogy plafonon megy, ugye a hibás áttétele, nekem még van kettő, viszont erősen tartja a tizet, sőt sokszor fölé megy. Versenyt lihegünk, sajnos nem teljesen szimmetrikusan, ami eléggé hangzavart okoz. Nem baj, szívjon az új csávó, minden áron jönni akart. Atya úristen! Úgy döntött, hogy megáll. Ugye ettől nincs rosszabb. Akármilyen is szenved az ember. Délnyugati fekvésű egy oldalban, tűzönapon nem szabad megállni. A tökömről is csúrva a víz. Jövök is Kijivben, bár főút. Ez mindig rizikós. Főleg úgy, hogy sajnos már jönnek is. Úgyhogy meg kell vennem sajnos a belső kört. Francba. Itt már nagyon durva lovi. Tulajdonképpen csak 3.12. Látszik, hogy már madártávlat van lent. De nulláról ez. Főleg így délutáni melegbe. Apropó, megy a kilométer óra. Az előbb megálltam kicsit műszerészkedni. Tulajdonképpen befagyasztottam. Nem törölt úgy ki semmit. Viszont egy újraindítással megcsinálta. Sokkal hamarabb betöltött mindent, és mintha pontosabb is lenne. Most ez van. Örüljünk a pillanatnak. Ugyanis nem tudtam eldönteni, hogy a szarsági versenyt a Brightonom, vagy a Vészi bringája nyeri. Vagyunk annyiban, hogy most kiegyeztünk döntetlenben. Bringa szervizes csávú információ alapján a hágó az Plakka nevezetű településnél van, elköpesztő kilátás van most már, és mondjuk ez a kis monitorony, jó kis francia hangzású névvel, de mondjuk nem francia kinézetű épülettel, eszméletlen jó helyen. Nyilvánvalóan ezt azért meg kell fizetni, és hogy érdekes, hogy van ott külön ilyen bástyaszerű dapozóterasz. Nem rossz,
sőt, mi több, műszaki infrastruktúra is hozzá. Európaiak nem elégszenek meg azzal, hogy kannába hordják fel a vizet. A Plaka és a Hágó egy picit még odébb. De az emelkedési szög az lesilányodott 5-re. 8-ig tudunk menni. Most lesz 5 óra, 5 perc múlva. Utána táborhelyet kell nézni. Megvan Plaka, ami ezek szerint Placsa, lehet, hogy nem jól értettem, vagy az se kizárt, hogy itt a görögöknél ezt így kell mondani. Nyilván ez nem ennyi volt, itt lesz még egy-két hepehupa. És azért valaki fel akar menni a Taigetoszra, akkor itt vezet fölfelé, hosszan kanyargósan pár ilyen hegyi tanyához még út, egyrészt aszfalt, utána már csak ilyen murvás, de bajtok egész magasra fel lehet jutni innen a déli oldalról. Nem az cicvic, csak nem valami délutáni sziesta. Remélem nem baj, hogyha kidobom a flakont. Tudom, hogy a Hágón vagyunk-e. Bevártam Mészit. Egy másodperc akkor. Itt van egy Folk Collection of Money. Tehát ez valami néprajzi gyűjtemény lehet Money félszigetről. Még mindig nem állom el, hogy kik azok a manik, meg egyáltalán honnan van a néven minden. Igazándiból ez majd a holnapi napütős része lesz. A mai nap tulajdonképpen a holnapi nap lenne. Nem részletezem most. Akik nézik komplett a sozatot, és remélem, hogy mindenki, azoknak azért összeállt a kép. Kalamatától már 56 kilométerre távolodtunk el, és megyünk totál délnek. Az előző két napunk két snitben 400 méterről. Íme. Tehát még egyszer. Kardamili. Stupa. Aigos Nikolaos. Aigos Divitosi taladtunk. És a fal pedig, ami végigmentünk, itt megy közvetlenül még arra tovább. És akkor egy pillantás a hegyekre, Taigetosz, és szerintem az már egyértelműen Profitas Ilias. Szinte biztos. Ez már lehet 2000 méteres hegy. Hú, nagyon ütős, nagyon durva. Nagyon úgy néz ki, hogy nem volt meg a Hágó Plakán. Menjünk tovább. A tenger egyre látványosabb, ott egész a színáriai félszöget csücskében. Én nem tudom, hogy az mitől olyan vakítóan fehér, olyan, mintha valami köd is lenne a víztükör fölött. Fogalmam nincs, hogy mi a jelenség oka. Szóval a kilátás innen most már fantasztikus, főleg visszafelé. Szinte majdnem biztos, hogy ez az utolsó kilátás volt, ezért még egy fotó. Eltippikál a csőröm. Ott oda állt az a fehér. Közelítsünk, meg próbálom stabilan tartani a kamerát két kézzel. Én nem tudom, mi az. Húzunk viszont oldalra el. Ott a sziget. Hogy szintén nem tudok, hogy mi, majd megnézem a térképen. Közben magához tért az útvonal tervező is. Baromságokat mutatott, inkább azért volt, mert én a part mentén terveztem az utat, és egy kicsit eltértünk az útvonal tervtől, az eredetitől. Viszont az is jól látszik a diagramból, hogy mi nem vagyunk a tetején. Újabb pihi, itt a lombos alatt, kevés lombos van. Megint mutatom éppen Mészinek, hogy ott az Iliász, 2404, ugye? Tehát a számunk egy picit, akkor Tátra, Kriván, körülbelül nagyjából ugyanitt. És hogy így látszik, teljesen másképp, amit az egekben lenne, Poprádról. Poprád ugye 800-on van, mi most még 400-al lentebb vagyunk. És mégis, mert hogy ennyit nő, ennyit növeszt, hogyha havas. Másik, hogy a Tátrának végképp nincsenek előhegyei, az így áll kifelé. Igen. Teljes magasságában látod, igen. Így van. Itt meg ugye van ez a lávapalást, ami most mászunk föl. Készi közben választ adott arra, hogy mi az ott szembe, hogy emelkedik föl a víz pára formájában. Hát tudja az Isten. Lehet, hogy még akár ez is. Ezt ennyire látni, vagy lehet, hogy csak innen látni, fele tudja. Ezt nézd meg! Ez biztos látta a bizánciakat. De még lehet, hogy azoktól is korábbiakat. Onidaszt és a bandáját. Diagram szerint egyébként már a tetőn vagyunk. Egy kis hepehupe is utána talán lejt, majd meglátjuk. Next ősrégi templom. A hozzátartozó mamával. Ott a Hágó. Vettem észre, hogy
4-50 körülbelül, és ott az a hegy, sajnos már kifutottunk a rátételéből, valami eszméletlen, milyen jól néz ki. A kőnek nem örülök. De akkor, hogyha komolyan gondolja végig, ugyanis most már lehet. Élem, hogy ez csak a faluban van. Próbálok nézni esetleg valami forrást, vagy valamit, de hát ez már nem az a vidék. Betenkintés oda, szembe. Már látom az utat. Ez izgistekig érkezik. Ez már előttünk az Izali tömbje, magával a csúccsal, mert egy olyan nyom, hogy ez az. 450 méterről a tenger lent. Ugye itt nincs út közvetlenül a parton, ezért volt muszáj kimászni a hágot, és szemben oldalon pedig látszik az út, végig a Kopárhegy oldalba. Hát van egy olyan gyanúm, hogy a kilátásra nem lesz panasz, viszont a hegy a délnyugati oldalával, na az már aztán tényleg a Dél-Görögországot, Dél-Peloponészoszt idézi, és hát egy jó kis ódonfalu ez itt. Lagkada. Ugye első nap a Lagkada hágó mentünk át, az N betűvel volt írva. És az építészet egyre jobban tetszik. Azt nézem, hogy úgy látszik, hogy ezek a templomok itt, hogy mondjam, alapértelmezett, nem? Mert most már majdnem mindegyik ilyen. Bár ez itt külső mani, de a falukép az azért nagyon ossza az észt. Most attól jön a panoráma útszott szembe. A színdiagram szerint varrógépendléző útszakasz jön föl le, de százalékban szerintem nem különösebben erős, illetve inkább rövid föl le szakaszok várhatók. Az előttünk látható Zizali, a róla elnevezett hegység legmagasabb csúcsa, 1481 méter, tehát mondjuk egy ezressel húzósabb, mint ahol mi most vagyunk, és a gerinc pedig ott látszik, hogy szépen folytatódik végig, és bele konvertálódik itt mellettünk a Taigetoszba. Kaptam már a zoomos kamerát, átközelítek oda szembe. Érdemes megnézni, hogy a hegy oldalába, a függőleges hegy oldalába gyakorlatilag falak vannak építve. Én arra tippelek, hogy ezek nem védelmi jelleggel voltak, de ott egész végig, ott is. Hanem, hát a bokor, na most talán látszik, hanem azt gondolom az állatok kordában tartására volt, de azt megcsinálni azért erős, ott is. Bár ugye az itteni népséget ismerve, ez akár még védelmi jelleg is lehetett. Itt van a zoomos kamera, akkor például ebbe a kanyonba is tekintsünk már itt be. Közvetlen alattunk, hát nem tudom, hogy erre nem kellett volna rámenni, tüskés volt. Ott megyünk majd tovább, megint egy uvala kerülő. Hát mit mondjak, alakul a táj, de nagyon szépen. Sokkal kietlenebb, tengerparti nyüzsi már eltűnt. Ez már egyértelműen a nyugalom szigete. Itt van előttünk a Zizali nyugati fala, amit mutattam az előbb. Sajnos így, hogy bejövünk alá, már nem annyira látszik jól. Talán most. Igen, hasonlóak a falak, mint Horvátországban. Gyorsulunk be, megindult a lejtő. És fantasztikus kilátásra a tengerre, illetve a másik oldal a falura. Lagkada, ahol az előbb voltunk. És íme szembe a Veszprémi félsziget egészen végig. Ott pedig szerintem a Katafili fok látszik. Az a kis félsziget befelé, és alatt ott van Tikja. Ugye a tegnapi programunk, oda tekertünk be, ide jön be a nagy fal alatt az út. Szinte egészen biztos. Na majd az sem kizárt, hogy lesz rálátás fentről. Na, az nagyon ütős lenne. Akik nézték a tegnapi részt, az látták, hogy micsoda helyeken mentünk, és most nagyon úgy néz ki, itt vagyunk fölötte. Igen, ez szinte biztos. Maga az út, hogyha vissza a tenger fölé, akkor nagyon fog hasonlítani Korzikán a West Cornichére, a nyugati parti Párkány útra. Azzal a különbséggel, hogy ott az, közelebb ment a tenger. Erre van a kis minyurkát, és akkor most tessen figyelni. A
Katavili fog, az kis szigetecskével, és egy picit lejjebb húzom, akkor ott a falu, Trihilla. Szerintem jól látszik. Ennyi a max zoomom, talán látszanak a házak, a kis halászfalucska, és ott, hogy vége szakad az útnak. Ide tekertünk be tegnap este, és aztán utána vissza. Szóval azért nem volt rossz az a tegnapi túra, kilométerben sem. Lehet, hogy lesz ettől még jobb pozíció is, de biztos, ami biztos. Egész hátul ott a Kitrinc félsziget látszik, ugye Kalamata mellett, és ha visszatekintünk, akkor de az se rossz, és szembe pedig a falu. Akkorák itt a távolságok és a mélységek, hogy a széleslátószögű kamera ide nem jó. Viszont legalább minden belefér. Alpokhoz szokott túrázóknak, bringázóknak nyilván a 387 méter az megmosolyogtató. Itt, ahol nullánál kezdődik a mértékegység, itt azért ez már durva. Már az idei túrán komplett tervét még mindig nem mondtam el, de azt közlöm, hogy 1500 fölé is fogunk menni. Megint belátni, egyre jobban. Csináltam pár fotót is, sajnos pont szembe van a nappal. Tudom, hogy jól fog mutatni. A kis kék kamerám, a Panasonic az viszont a nagyon jó kultiválja a szembefényt. Úgyhogy lesz azért abból is remélhetőleg valami. Folytatjuk a lejtőzést legalábbis diagram szerint. Közben az olajfélégetek továbbra is tartanak, de egyre jobban vadul a zajzat. Tiszta köves most már minden, és itt is. Észi, mi újság látványügyben? Meg vagy elégedve? Nem azért mondom, mert ezért akartál jönni. Ezekkel a rakott falakkal olyan horvátországos feelingben van. Hát jó. Aeropolig, Messina, prefektúrában vagyunk, utána visszamegyünk Lakóniába, hogy Lakóniába kezdtük, biztos mindenki emlékszik, Spárta és környéke. A Taygetosz hágója jöttünk át Messinába, és most nem sokára majd kimegyünk, körülbelül még egy olyan 15 kilométer. Ez egy történelmi régió, a prefektúrák egyébként, azt hiszem 7 darab van Peloponnesoszon, nagyjából egyforma méretűek, ezeket az 1920-as évektől szabdalták így fel, mert előtte az ókori prefektúrák voltak, ezeknek egy része egyébként még most is ugyanaz, csak méretünkben most már hasonlítanak egymásra. A prefektúrák nagyságát az ókorban a városállamok erőssége határozta meg, hát nyilván Spárta volt a legerősebb, bővé volt a legnagyobb. Aztán utána még bekeveredte ezt, ahol most vagyunk, beszéltem erről, Messinária, meg egyéb más, no csak a német. Erről mindig pont jut eszembe. Megjött hozzánk három német, hátulról a nagynénémet. Jaja. Ezek hova mennek a nagy büdös semmi kellős közepére, én nem tudom. Az is igaz, hogy ezt a kérdést magunknak is feltehetnénk. Aigos Nikos, itt a virágsövény mellett szépen lassan gurulunk. Lejtési szög megfelel, Mészi? Na, csak azért mondom, mert most nem nagyon kell hajtani, picit ügyesek vagyunk, és ezek a virágok, ezekhez nem lehet betelni, nem? Ilyet nálunk nem látni. Mészi mondta, esélytelen, esetleg országot cserélünk. Újabb a nitorony, átépítve, és akkor itt van, ez a klasszikus bizánci stílus, mindenhol. Ez a főtér. Elnézést, hogy ennyit tökölünk itt az építészettel. Pedig még egyszer mondom, a java még nem ez lesz, de sokkal szürreálisabbak is lesznek a települések. Kicsit spoiler, ezek lesz olyan, ahol egy teremtett lélek nem lesz, tehát tiszta abandoned lesz. Olyan helyen is leszünk. Még egy dolog, a felhívnám figyelmet, és szerintem ez jól látszik, hogy a forgalom gyakorlatilag teljesen megszűnt. Szépen lassan araszunk, és nagyon jó, hogy így nem durván lejtjük, veszítjük a szinteket, hanem szépen araszolva, mert lehet nézelődni, így van. A hegyek most már abszolút balkániak, és tézd csak oda föl, balra föl. Út van fölfelé, de nagyon durva, rendesen támfallal mindennel, hogy az hova vezethet? Abszolút burvásságok, és teljesen lehetetlen helyen mennek, és bődület százalék, tehát ott azon kitekerne, hát van egy ilyen bringás kollégám, videós bringás, a Velekei Balázs, Passó, aki kimondottan ezekre hajt, majd keressél rá, nézd meg a filmjeit, ilyen helyeken megy. Hát persze megfelelő gépe van, expedíciós gép, nem olyan, mint a tiéd, de még csak olyan sem, mint az enyém. Megsugom, hogy ez nem gép kérdése. Oda ember kell, tehát ezt aláírom. Hozzá képest én erőlétileg fehér nagyfogú nyúl vagyok. 2% mínuszban megyünk, és ez rendkívül jó.
és van egy kis kellemes szél, a hőmérséklet itt 23-ot mutat, és valóban nincsen több. Tehát ez nem strandidő most, kimondottan kerékpározó idő. Strandolás meg volt délelőtt, akkor megfelel volt a hőmérséklet, és hát most esélytelen is a strandolás, mert azért a tenger igencsak messze van. Hívják élmény bringázásnak, főleg úgy, hogy most már végre műszakilag sincs probléma. Másodpercre visszatérve még a prefektúrákra. Említettem, hogy a prefektúrák most nagyjából egyformák, van belőlük 7 darab. Kóniát, Messinát említettem, van még Arkádia Tripoli központtal. Argolis, Argos központtal, azt hiszem, de lehet, hogy Napfió, az inkább az. Ezeket most azért soltam fel, ezt a négyet, mert ezt érinteni fogjuk, ebből ugye 2 már megvolt. Illetve lesz olyan, ahol majd többször is leszünk, oda-vissza megyünk bele a Lakónia most nem sokára. Kívül van még Pátrászhoz egy északnyugaton, ott már voltunk Kiliniig, mégpedig 2016-ban a Görög-szigettenger kalandorai második rész, hogyha valakit érdekel. És elvégben még tám van 2, most hirtelen nem tudom, már nem jut a szemben. Hát jönnek, de nem fognak utolérni. Most lendület van. A görög függetlenségi háború után 1920-30-as évek, ugye meséltem, Ottó király átrajzolta a prefektúra határokat. Újabb hágón jöttünk át. Ott egészen hátul Liméni öböl. Jó. Szemben oldalon látom az utat. Ott. Úgyhogy megint egy óriási nagy uvalát kell megkerülnünk, valószínűleg emelkedővel. Térkép nézegetés folyamatban. Itt a tábla. Egy kicsit becsapós. Ugye először is nincsen rajta normális nyelven, csak görögül, de mivel hogy tudjuk a települések nevét, ezért Aeropoli, a középső minket nem érdekel, de egyébként én tudom, az a Dirosz barlang, ugye? Apu. Látod? Igen. És ez pedig itt Gítió. Gítió 39 nem kell, ráadásul majd leszünk Gítióba, de csak holnap után, tehát az egy másik útvonal, és ami nekünk érdekes még, Itiló. Az I betűt a görögök O-I-nek írják. Tehát ezt Itilónak kell ejteni. Most Itiló itt van bent. De nagy dilemma, mivel nekünk Aeropoli kell, hogy akkor mit csináljunk. Én arra tippelek, hogyha itt lemegyünk, akkor íven keresztül a tenger mellett, az öblöt megkerülve, ugyanoda fel tudunk csatlakozni. Viszont ha arra tovább megyünk, akkor se ússzuk meg, mert hogy megyünk át a tengeren arra? Tehát ezért most térképet nézegetünk. Szerintem ezen a ponton vagyunk. Itt jöttünk végig ezen a fensíkon, itt átmásztuk a hágót, ugye Lakada, emlékszel? Itt volt ez a nagy uvala, a nagy hegyel fölötte, ugye itt az Izali, ezt kerültük meg, itt még végig tart különben, és akkor innen már majd egy másik hegység következik, de ebben most nem menjünk bele mélyebben. Itt van a Limeni öböl, egészen le kell menni a partra. Most vagy azt csináljuk, hogy csináljuk egy hurkot itt fent, vagy lemegyünk Otilióba. Hát nem, ezt, ugye itt ír jó, de ezt az O betűt én azt nem tudom kikapcsolni, tehát az ott van előtte. Normális ember azt úgy olvassa. És akkor utána itt ívben följövünk. Tehát elvégben mindkettő jó. Most vagy sorsot húzunk, vagy majd én döntök. Utána szerpentinnel fel Aeropoliba. Amíg Mészi néz egy elektromos segítséget, én rápillantok a ketyerékre. Többek között például erre. Talán látszik. Több mint felénél van. Ez már nem rossz. Van nekünk másik is, itt a nagy budi, bevezetékelve. Nézzük, hogy a Xiaomi hogy áll, feltéve, ha megtalálom. Éltem, hogy van a végén valami, nem hagytuk el. Na várjunk csak, azt mondja, hogy még mindig villog a vége. Azért nem olyan a hatásfoka, mint ahogy kinézett. Jó, mindegy. A legvégét töltve a legnehezebben. Ebben viszont teljesen igazad van. Tegyük úgy, hogy ez ingyen van. És akkor viszont, kit érdekel, milyen gyors? Onnál vagyunk most. Igen. Zöldre berajzolta az a főút. Aha. Az a főút, és akkor lehetne egyel mellette menni, igaz? Kicsit itt bent a faluban. Igen. Aha. Hát, párhuzamosan megy vele. Nem fontos bemenni, de viszont magával le a partra le kéne menni. Hát úgyis látjuk, ott a tenger. Tudjuk, hogy mégis lemegyünk itt Ilóba. Szikla csúcsra épült város. Tehát itt, hogyha benézünk, akkor ott lehet látni, hogy hova. Kift Pro jobbra. Úgy néz ki, hogy itt vagyunk a Kift Pro-ba, magyarul a központba.
valamiféle főtér. Csurogott a víz, de nem vagyok benne biztos, hogy ivóvíz. Megkérdeztük a kutyánkácsit, hogy drinking a water, úgyhogy azt ott kiszúrtuk magunknak. Viszont hülye voltam, mert a boltot kellett volna megkérdezni, mert hogy azért jöttünk be, ezen a részen ez már nagyon, de nagyon ritkaság. Az nem nagyon bizalomgerjesztő. Mi? Hát ott az a lötyi, az a trutyi. Hát jó lesz ez. Tüzes víz. Vinetúnak biztos jó lenne, de mi nem így szeretjük. Itt vagyunk a központban. Hát itt mintha megállt volna az élet. Bolt biztos, hogy nincs. Az egész hely olyan, mintha valami vár lenne, nem? Igen. Fú. Visszacsöppentünk a középkorba. De nagyon szépen. Valahol most már annak is örülnék, hogyha visszakeverednénk a főútra. Megvan a tenger közbe. Nincs be se. El kell érnünk Aeropolit, ha vásárolni akarunk. Viszont valamit látok, egy jó pozícióból, ezt megpróbálom megcsípni. Hát sajnos nem. Hát a város ezen a sziklakupon van, és hoppá, 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 ott lent. Na az igen. Most már csak kéne egy jó kilátás. Kérem szépen. Meg is van nekünk a szószék, az erkély. Na ez igen. Na erről beszéltem. Mikor az ember Görögországban jön, akkor ez kell. Na. Jó terv. Mondom, hogy leszárjuk a boltot, ott a homokos tengerpartot szépen letáborozunk, aztán reggel szépen átbaktatunk Aeropoliba, és akkor ennyi teljesen rendben van. Mész rögtön kiszúrta a lényeget, ott szembe. A vár. Majd mindjárt előszedem a kamerát, aztán már úgy értem, hogy a másikat, amivel lehet közelíteni, aztán megnézzük, hogy esetleg egy-két török vagy velencei nincs-e fönt. Széles látószöggel egy körpászta, jól látszik az út, ott arra körbe lefelé, ott fogunk leszerpentinezni, aztán ívesen így be, és akkor homokföveny, álomöböllel. No kérem szépen, amit itt lent látunk mögöttem, ott, az a limeni öböl. Lent van Limeni, a kis halászfalu. Üdülőfalu most már leginkább átalakult. Ott Idikó, Itiló volt ugye fönt, ez lenne maga a város. Láttuk, hogy milyen város. Hát innentől már ilyen kaliberre kell felkészülni, tehát ettől jobb már nem lesz. Ez az öböl, ez több szempontból stratégiailag fontos volt. Második világháború is, annak idején a középkorban, és ez egy nagyon mély öböl, kicsit ilyen fjordszerű, és egyben kalózrejteke is volt. Itt a környéken pedig, akik itt laktak, azok kalózok voltak. És akkor nézzük meg azt. Ugye már az előbb egy pillanat volt rajta, ez egy ilyen köríves várfalat körülvett régi romvár, úgy hívják, hogy Kelefa vára. A törökök építették, és a velenceiek pedig megpróbálták bevenni a tenger felől. Viszont a törökök összefogtak itt a manikalózokkal, mert az érdekük azt kívánta a manikalózoknak, akikre a velenceiek vadásztak, hogy innen ki kell söpörni az olaszokat. 1690-ben elrohamozták a velenciek a várat, és nem tudták bevenni. Utána még ötször próbálkoztak, és nem tudták bevenni. A vár maga most már nagyon romos állapotban, majd egy másodpercre át is veszem a kamerát, és akkor nézzünk egy közelítést. Íme. Hát gyakorlatilag a falak látszanak, van ott még egy bástya. Áthúzzuk akkor, igen, hát a két szélen, nem tudom, olyan háromszögszerű lehet ez, vagy nem valami hasonló, igaz? És itt a középen lenne valami építmény még. Egyébként magába a várba be lehet menni, én úgy tudom, tehát föl lehet menni, és külön ajánlják is azoknak, akik szeretnek szép látványos részeket nézni, mert nem csak ide látni be, hanem állítólag a legszebb kilátás magára a Profitas Iliasra, ami ugye ott van, onnan nyílik. Hát, mi már nem tudjuk meg, engem sokkal jobban csábít, lent ott az az öböl. Mit szólsz hozzám, Észi? Egyetértek. Jól néz ki, mi? Picit ráközelítek, hogy körülbelül mi várható. Innen azért nem mondom meg, hogy az homok vagy kavics. Ennyire nem jó a felbontás a kamerának, de mindenképpen nagyon jól néz ki, majd azért csinálunk pár fotót is. És imádom, mikor a tenger ilyen olyan árnyalatos, nem? Látod? Igen.
olyan világos kék, meg sötét kék, meg egyéb más, és arrafelé is. És Görögország az meg legyen ilyen, nem? Hát ezt várjuk tőle, ezért jöttünk, arrafelé a nyílt tenger. És akkor még egyszer mondom, Szerpentin út, megyünk lefelé, oda, az a cél. De azért persze nézzük meg, hogy hogyan tovább, Áropoli, Limini, Szerpentin, ott elmegy az út végig, és akkor látod, hol megy föl, igaz? Nem mutatom meg, de mindenki látja. Nem annyira durva, a brigácsávó szerint egy olyan 250 méter lehet szintben, hát mondjuk elég az, de azért nem felejtsd, hogy 3-4-7-kor már hőmérséklet meg egyéb más minden miatt már egyszerűbben megy. Legalábbis reméljük. Hát ez 200 méter szintkülönbség, konkrétan 191-ről nullára. Úgy döntöttem, hogy inkább felteszem a sisakra, mert az egyértelműen látszik, hogy itt most komoly gurulás lesz, úgyhogy mind a két kéz kell. 200 méter az nem rossz, meg amúgy se ártana már egy intenzív lejtőzés, pedig állandóan húznom kellett a féket. Most végre bele egy gyors, hogy már másodpercben majdnem 50. És a kilátás pedig fantasztikus. Jó íves szerpentinnel megyünk lefelé. És igen, most állt akkor össze a kép, hogy mi lett volna akkor, hogyha a főúton jövünk. Az öböl, nappal háttal, fantasztikusak a színek. A kis település Liméni, ott a sarokba. És a fölötte levő hegy az igencsak pucsít. Durván pucsít. És sajnos a hágót is látom, ahol majd menni kell tovább. A fürdés erősen meggondolandó, egyre hidegebb van, most már 20 fok csak a levegő hőmérséklete, a nap még lehet, hogy egy picit rátesz, de nem biztos, hogy ez már elég a fürdés, ez majd meglátjuk. Viszont, hogyha fölnézünk itt közvetlenül fejünk fölött, akkor látszik itt Ilió, az a regionális központ itt. Azt hiszem, talán 10 vagy 12 falu tartozik ide, ami itt a környéken van, elképesztő milyen a táj. Tiszta kő minden, és mégis nő a növényzet. Nagyon vág a szél, majdnem 60-nal jövök most. Reménykedek benne, hogy hát, ha azért hallani valamit. És szerintem itt lesz a lejárat. Hát van a tájnak hangulata, az biztos, főleg ezekkel az épületekkel nagyon ide illenek. Az építkezés? Aha. Na, közben már itt van a part, itt kell lemenni, nem? Igen. New Otilio, tehát igen, ezt így hívják, ezt a helyet, egyébként High Limeni lenne összességében az öbölnek a neve. Igen, ez az itt a tengerpart, amit fentről láttunk. Vegyük szemügyre a valamikori kalóztanyát. Itt állomásozott a velencei flotta, mikor támadták a várat, a Kelfavárát. És a második világháborúban pedig tengeráltjáró bázis volt a németeknek a tengeráltjárózásában. Figyelj csak itt tudunk lemenni, hát esetleg ott is. Ezek az építmények, hogy olyanok, mintha nem lennének befejezve, nem? De például ez is nyitva volt, ott voltak benne. Ide jöttek a németek. Egy darab német, kettő darab német, három darab német. Tehát akkor a megvan, német. Megvan a darabszám a nagynénémhez. Igaz? Nem, hát a nagynénémhez három darab német volt, nem? 40 német. Jaj, 40 német volt, tényleg. Igaz. De jó poént mondod. Hát itt állomásoztak a németek, ugye az előbb mondtam. A flotta. Lehet, hogy itt van valahol a tengeratjáró, csak nem látjuk mi, mert van a vízbe. Figyelj már, csülök homok.
Ezt nézd meg! És bent is jónak néz ki. Egyelünk valahova. Ezt nem hagyjuk ki. Hát, hogy kaja van, ezt nem tudom, de most nem tervezünk kajálni. Hát ez álomtengerpart, nem? Mindjárt nem tudjuk sehol levinni. Itt is esélytelen. Így gyalog is csak éppen, hogy. Első körben, mielőtt fürdőgatyát veszek át, megnézzük, hogy milyen a víz hőmérséklete. Furcsa, de változik azért. Még a zárt öblökben általában jobb szokott lenni. Hú, gyerekek, micsoda hely. És figyeled, belül is jó. Figyelj már, nem úgy jó. Ez kimondottan meleg. Eldőlt, nem? Hát ezt köszönjük. Kipróbáljuk. Nem kérdés. Átvedlettem F gatyába, és úgy döntöttem, hogy ide betoljuk a bringát, de mindenképpen levisszük valahol, leginkább ott, és akkor utána ott a kemény részen végtoljuk. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de nem reckírozzuk meg azt, hogy fent hagyjuk. Továbbra is még egyszer mondom, van egy nem túl jó infónk egyelőre emiatt. Hát egy görög szót megtanultunk, karpuzsa, azaz dinie. Ezt egész nap halljuk. Az is lehet, hogy ugyanez, mi? Limeni öböl, strandteszt következik. A homok tökéletes. A part tökéletes. A víz tökéletes. És jól látszik, hogy van itt egy sáv beijesztésnek, de ezt én egy lépés, két lépés meg átléptem, és itt alatta pedig gyakorlatilag totál homok. Mi mégis kisebb, hogy egyáltalán nem mélyül. De lehet látni. Masszik laguna. Az az igazi tengeri laguna. És ugye láttuk, hogy kék fentről. Valamelyik nap hír volt, azt hiszem, fókuszban, hogy Begyeri Csilla, és egy másik ilyen celebnő a Covid idején majdnem 5 kilót szedett fel a ketten együtt. Én nem tudom, hogy ez most mekkora hír, nekem egyedül is sikerült. És nem csak a Covid idején, ez a baj. De a valódi hír nem ez volt, hanem az, hogy most azon gondolkoznak, hogy hogy kéne ezt az 5 kilót leadni, ami ugye, hogyha ha ketten együtt, akkor ezt már 2,5 kiló, hogyha visszahosszuk. Ilyen diétával, meg egyéb koplalás, vegetáriánus kaja, stb. Na hát akkor ajánlom nekik az én görögországi túrámat. Garantáltan lemegy, nem hogy 5, minusz 20. Ki az a Begyeri Csilla? Hát az ilyen influencer, most már ezeket így hívják. Tudjál róla, hát most már bárki lehet ilyen, se onnan jött senkiből, akárki. Kellőképpen bejöttünk, bringákat szemmel tartjuk, nincs ugyan a kutya sem közelbe. Egyébként itt kaja is van, omletet írtak, meg ilyen, egyéb ilyen alapfogásokat. Nézzük akkor a falut így belülről, majd ott fogunk végigurulni. A klasszikus mani építkezés, az a hegy sem rossz ott. Itt már a szángjár kezdődik nem sokára, tehát ugye csak mutatom, hogy odáig volt az izali. Itt van ugye ez a hegységválasztó, mondjuk úgy, de azért ez is egy ilyen gedomb, és akkor innen majd már jön a Sangias, és ez egész még a Tenárófokig tart. Na de akkor forduljunk erre, ami sokkal izgalmasabb, az ott fönt, Itilio. Eszméletlen, hogy azokból az épületekből milyen jó kilátás van, csak azt nem tudom, hogy mi, de ott voltunk, nem? Ott voltunk fel. Ott voltunk, persze. Hát csináltunk azért egy-két fotót, és az út pedig ott szépen jön végig, itt a napaszemben nem lehet látni, de egészen kiment a csücsökre, és utána ívesen jött le. Remélem, hogy mindent felvett a kamera. Ami érdekesség még, az adja magát, hogy mitől van itt homok, ugye? Ezt majd kb. 150-szer elmondtam, de ismételjük. Sose lehet tudni, ha esetleg mégis lesz belőle vizsga, akkor mindenki tudja. Ugye itt a befolyó. Ott. Az azért némiképp értelmetlen, hogy ott vannak a legnagyobb kövek, gondolom, hogy lezúgtak a hegyekből, és a homokos rész az pedig itt van. Na erre vajon tudsz-e magyarázatot? Hát sok volt itt a homokos. Például akár ez is lehetne, de mondok jobban. Az, hogy a tenger visszahordja. A hullámverés kihordja a partra erre a részre, és gondolom, hogy az uralkodó hullámirány az lehet, és ezért van ez a rész beterítve. De lehet esetleg egy másik magyarázat is, amit a görögöknél azért jellemző, nem is annyira a görögök, inkább a horvátoknál, hogy ez mesterséges. Hordanak ide, de ez meg némiképpen ellentmond, mert az egész tenger alja homok, ugye? Hát itt körülbelül gyalogoltunk egy olyan, ott lehet látni a fickót, hogy még gyalogol, körülbelül egy olyan, mit tudom én, 100 méter, sőt, mondok jobban, leér a lábam. Igaz, hogy nagyon nyújtózkodok Lábújhegyen, nézzük a colost. A colost szerintem jobban kiáll. Na, tessék, ezt tessék figyelni.
Ő ugye majdnem 2 méter, és hát gyakorlatilag bent vagyunk a tenger kellős közepén. Jól látszik, én is mondom, most a lábamon forgok. Íme. A tenger száj egyébként nem komoly, de még egyszer mondom, ez itt a környék legmélyebb öble, tehát itt U-típusú tengeralattjárók is szoktak lenni. Néha. Mondjuk már elég régen, de azért voltak. Arra gondoltuk, hogy megvárjuk a naplementét, de meg lesz itt a naplementa szerintem úgy, hogy mászunk fönt a cikcakos szerpentinen, és ahogy az idő kinéz most, nem tudom, tudod-e Mészi, nem kizárt, hogy telibe kapjuk a naplementét onnan fentről. Na, az fantasztikus lesz, a pont nyugatra lesz kilátás. A másik pedig, amit még kiszúrtam, hogy valahol ott a szerpentin közepén, ha eltávroznánk, hát akkor figyelj, álomkilátás lenne a sátorhelyen. Vagyunk annyiban, hogy jónak néznek ki az opciók, és ami meg még érdekes, hogy így valószínűleg nem érjük el a Aeropolit, tehát reggel akkor tudunk vásárolni. Ugyanis holnap a senki földjére megyünk, de ezt most szó szerint kell érteni. Tehát inkább úgy mondanám, hogy a Holdra. Ennyi volt az élvezkedés. Most akkor irány ki, és irány föl. Lehet látni, hogy a hullámok hogy fodrozzák kifelé a homokot. Mondom, hogy ugye nem mert, hogy fent adja a bringát, azt mondtam, lekabáztuk ide, és végig kellett tolni ezen a nagy kavicson, mert csak ott lehetett behozni. Hát művelet volt, és ami nagy baj, hogy még onnan lejtett is. Lett busol kifelé. Lejöttek a németek is, ahogy kell, jónak kocakkal. Hogy nekem is van, de ez a túl a végére lehobik, az tud kódatot is. Azért még mielőtt elraknám a kamerát, látok ott valamit. Próbálok közelíteni. Szabad szemmel éppen hogy csak. Talán a kamera látja. Megjött egy hajó. Na most talán. Ott a 2 árbóca lenne. Nem tudom beazonosítani, hogy mi lehet. Egészen távol van. Elnézést, nagyon remek. Nem, ettől jobban nem tudom tartani. A 18-hoz zoom az már erős. Úgyhogy majd otthon megnézzük. Sokan kérdezik, hogy és a tisztálkodást hogy oldjátok meg? Egy tengerparti túrán ez alapból sem probléma, mert ugye itt a tenger. Igen ám, de a profi helyeken majdnem mindenhol van édesvízű zuhanyzó. Tessenek figyelni! Itt is. Szagyja Mészi, hogy mi is még meleg víz is van, mert valóban meleg. Csak tudjál róla, hogy ez itt a normál víz, csak ez állandóan meleg. Tehát az ivóvíz is ugyanez, emlékszel fönt? Hát ez van nekik. Gondolom a nyugágyágyak fizetősek. Ez engem annyira sem zavar, mint... Pumpet gabót a tudásvágy. Egy kis sziesta a naplementében. Én nem mondom, hogy nem jöhetne ide egy sör. Ott a helye is. Menne az alvás, nem Mészi? Most jött az info, hogy 19.40. Hát erre csak annyit mondtam, hogy 9.10-re. Akkor kezdjük a bekerítő hadműveletet. Fel kell tolni ezen a kavicsos rámpán. Most gondjaim vannak a homokkal. Könnyebb dolga van a traktor kerekekkel. De én a virslivel erősen küzdök. Ajaj. Hú, micsoda kalóz bácsi. Hello. De hangulatos ez a hely. Új, de nagyon hangulatos ez a hely. Hát olyan mondom, hogyha lenni itt a közelben valahol a táborhely, én ezt itt behúznám. Nem tudom, láttad-e, hogy ilyen 5 eurónál nem voltak drágábbak. Nézem a navigációt, hogy jó lesz-e. Igen, talán jó lesz. Erre kell menni. Mert ez nem a főút, de a főút sincs kölsebben messze, szerintem itt megy fölöttünk, igen. Amely valahol gondolom becsatlakozik. Na, akkor egy újabb pillantás, sőt inkább egy visszapillantás magára a dövőre. Fent Tilió már majdnem árnyékban. Eszméletlen hely volt, talán eddig a listavezető. Mondanám, hogy olyan, mint a Balaton, csak sokkal olcsóbb és sokkal kevesebben vannak. Ott az 1 árbócos. A hőmérséklet most már úgy határeset. Szerintem, ha lemegy a nap, akkor lehetnek gondok. Szél is van hozzá. Mészi azt mondta, hogy miért nem táboroztunk le oda valahova. Hát azért, mert egyrészt van kajám, most vettem egy csajcsalátát délben. Azt
azért meg kell lenni, mert a szónapra biztos, hogy megromlik. A másik, hogyha a szerpentint reggelre hagyjuk, akkor az nagyon keserves lesz. Mindjárt 8 óra, naplemente hivatalosan 20 óra 44, de eddig még mindig korábban ment le, úgyhogy most se várunk tőle jobbat, pedig bevallom, hogy most az egyszer betarthatná a szabályokat. Ott van, ami várható, és hát ez pont nem az a ábra, ami kéne. Mutatni akartam, hogy nullán vagyunk, ő ugye -2-t mutat, magyarul, hogy a tengerbe, ami csak azért gondolok, hogy nem lehet, mert kapok levegőt, de ettől függetlenül meg tudom mutatni a kaktuszokat így nappa szemben. Feje fölött nem tudom, mennyire látszik az erődváros, ott fogunk felmenni a Szerpentin út, na az nagyon durva lesz. Egyelőre nincsenek adataim a előttünk álló ágóról, az biztos, hogy legalább egy jó 300 méter tutira van, de lehet, hogy még 4 is. Azt néztem, hogy ez koxi volt. Ez nem koxi volt, ez valami bevándorló, nem? Én inkább olyan indiainak néztem. Na, itt a probléma, hogy a Kalmati ismerősöm azzal ijesztett meg, hogy inkább ne is jöjjünk, ugye beszéltem már erről, mert hogy ezek most az utóbbi időben itt hordákban járkálnak, leginkább a munkanélkül cigányok, itt is azt csinálják, mint otthon, hogy vasasznak, meg egyéb más, de most, hogy volt a Covid, most gyakorlatilag ilyen éhínség közelébe kerültek, és hogy mindenképpen elbújni, tehát ez a legfontosabb, mert ez az alapszabály. És hát egyelőre még tartjuk magunkat, én abból is ezt szoktam különben csinálni. Itt van a román csávó, meg a román csaj. Ezek végig ott fotózgattak, azt mondja, Mészi fotómodell. A francot fotómodell. Most már mindennek képzel magát. Utána megy minden a netre. Facebook, ilyen profil, olyan profil. Aztán, hogy mondtam ennél a Megyeri Csillánál, rögtön lesz belőle egy 160. senki. Mindegyik azt gondolja, hogy villant egy jó segget, azt akkor már kitűnik a többi közül. Dehogy tűnik ki. Minden másik nőnek jó segge van. Obran kóztja az észrovatunk, megy jelen pillanatban adásban, de ha oda betekintünk, az sokkal izgalmasabb. Ez véletlen ez a település, de nézd már végig. Ugye ez az alja, és még mindjárt kitűnnek a bokrok. Hihetetlen, tehát ez olyan, mintha valahol a közel-keleten lennénk, nem? Ott vannak hasonlók, és ott fönt is, ez véletlen. Nagyon nagy dilemmában vagyunk, és feltekintve a hegyoldalba, ez nem egy órás mászás. Ez szinte biztos, viszont ha ránk sötétedik, ezen a terepen táborhelyet találni szinte lehetetlen. Én valószínűleg kinyomnám, mert nekem nem lesz ezzel problémám, sőt én kimondtad szeretek így este a nap végén mászni. Régen mindig ezt csináltuk, szerintem erről én már beszéltem. Utóbbi időben már elszoktam tőle. Az igazi dilema inkább az, hogy mi van, ha felérünk? Fent mi van? Innentől semmi nem látszik. Látom soha, hogy figyelj, Mészi már marad is le. 7%. Abban reménykedek, hogy a tartósan hosszú szerpentin kanyarok, inkább úgy mondanám, hogy szerpentin egyenesek, azok egy picikét lazábbá teszik majd magát a ágómászást. Aeropoli egyébként 12 kilométerre volt onnan fentről, itt Ilókóból. Mi az Istened? Mentő? Na, jöttünk már körülbelül egy olyan 5-6-ot. Hát mondhatnám, hogy a fele megvan. De ha marad 6 kilométer, és mondjuk tudnám tartani 7 és felet, akkor elviekben, éppen hogy szürkületre fent vagyunk, de ez még nem elég, ugye nincs táborhely. Fölöttünk kap el a Luxury Site. Gondoltam, hogy ezek nem ilyen gyenge embereknek való helyek, annak ellenére, hogy robusztusnak néznek ki, de tutira luxus módon vannak be rendezve. Hotel Limeny Village. Azért én itt kinézek. Na ez az, amit láttunk lentről. Jó! Most már erős az emelkedő.
Fantasztikusan néz ki a naplementébe. Tessék figyelni, ott ropogtatnak. Azért azt a kilátást meg kell fizetni. Gondolom nem 2 euró. És a tengerszín? No comment. Akkor esünk itt a kő mögött. Ugye azt láttam az előbb. És az út pedig, hát most így hirtelen nem tudom, szerintem ott fog fölfelé menni. Aztán majd ott kering. Izgis lesz, lesz itt még kilátás, ettől még jobb is. A strandörülköző. Jól néz ki. Rített asztal. Akár vacsorázni is lehet rajta. 12%-on mi? Bringával. Ja, rákosok. Alakul a naplemente. Utolsó pillantás most már Szénia prefektúrára. Ugye itt van a határ pont az öbölbe, tehát a másik oldal az még az, mi meg már Lakóniában vagyunk. Ez azért izgalmas, mert alapból semmi. Ugye megy a megye, kész. De most, hogy voltak a lezárások a görögöknél, és május 15-én lett nyitás, egészen addig a prefektúrák között nem lehetett átjárni. Nincs 2 hete, hogy feloldották. És akkor még ugye a kiárási tilalom is megvan, azt még nem oldották fel. 0-30-tól 5-ig. Tehát az nem megy, hogy mi itt keringünk, éjszakában nyúlóan tábor helyet keresve. Hogy itt a helyzet kinéz, még lehet, hogy az lesz. Messinia prefektúra. Említettem, hogy ezek nagyjából egyformák, 3000 négyzetkilométer, és 160 ezer lakosság. Feljöttem már ide, nem a kilátásaik, hanem hogy itt úgy tűnt, mintha menne fel valami oda a bokrok mögé. És most nem jó, lehet, hogy a takarás jól lenne, talaj se, viszont ezen biztos nem bírjuk feltolni. A talaj viszont sajnos katasztrofálisak. Az a nagyobb probléma, az attól félek, mint magával a takarással. Na mindegy. 130. Szóval ezt jelenti a prefektúra, 160 ezer lakosság, ebből 54 Kalamata, és említettem, hogy Kalamatának van egy komoly bolygóváros része, ami 88. A prefektúra lakosságának a felét elviszi a kalamatai öböl. Ebből nyilvánvalóan az következik, hogy a kis prefektúra nem igazán sűrűn lakott. Ebben benne van nyilvánvalóan a nagy félsziget is, a Messinia félsziget. Milyen jó kis hangulatos kápolnácska, és milyen jó helyen. És az a baj, jól látszik, hogyha nincs valami emberileg megmunkálva, akkor az tiszta vad. Átcsomálkodik a másik oldalra, mert a kilátás innen jó. Közben följöttünk itt ennek a virgynek, amit az előbb még lentről mutattam, és ott egészen lent meg látszik a másik. Limeni ott az uvalába, vagy legalábbis egy része. Ejtettem, hogy jó panoráma út lesz már lentről is. Az öbölben viszont nem süt be a nap. Viszont leegyszerűsödött egy picit. Felkapcsoltam 2-esre, jelenleg 3,4. Gondoltam, az egyesek nem lesznek erősek. Szálljuk visszajönni, mert hallom, hogy jönnek az autók, de nem tudom, hogy pontosan hol, és hogy merről. Ugye fölöttünk is út van, alattunk is. Részét sajnos a tükörben nem látom. Erősen marad le. Az is igaz, hogy én ilyenkor este már egész komoly tempót bírok nyomni. A táborhely keresés úgyis kobrankó pajtás feladata. Ezért nem baj, van egy kis előnyöm, mert tudok nézelődni, és közben haladunk. Akkor még csak egy hajtünk volt, és már ennyit behúztunk. 170 métert. Tehát ha áttekintünk a másik oldalra, most mondjuk egy magasságban itilóval. Itiló nem egy igavonó állat, azt megtanultuk egy órát. Elment a görög a roncsal itt mellettem. Ne se szar, nem zavarja, hogy angol vagyok, vagy csak annak képzelem magam. Egy jobb a békesség, már a kilátás továbbra is oda át van. Sajnos ráerősített most 8-ra, nem baj, hamarabb fogy a szint. Nap még aránylag jól fent van. Ha szerencsém van, itt lesz majd egy visszafordító, és föltünk jövünk majd tovább. Tehát akár, mikor becsobban a vízbe, nem kizárt, hogy látjuk. Illetve én látom. Kamerában tart az aksi, akkor meg lehet, hogy a nézők is. Az árnyékom most már brutálisan van nagy, tehát ezt most már biztos, hogy nem fogunk túlélni. Főleg azért, mert a fejem egyre jobban távolodik. Ez az, alakul. A Ropolit már reklámozzák. Itt befelé, itt a falak alatt
lehet, hogy lenne hely, de nagyon közel van az úthoz. Ott egészen lentebb is láttam, de az út alatt ez semmiképpen sem jó. Az út fölött kéne, de lehet, hogy itt is van. Vagy esetleg egészen lent, amikor már takarás van. Oda, ugye meg hogyan jutok le? Nézzünk például itt valamit. Mert például, ha most Mészi itt lenne, és ki tudja, hogy hol van, akkor én most oda lesétálnék, és lehet, hogy így is lesétálok, sőt, biztos kicsit biztonságosabb helyre viszont mindjárt. Mert nem tudnám, hogy ott valamelyik kanyarba az úton be lehetne pakolni. Úgy tűnik, hogy fasza, megállt. Naplán mentek körülbelül egy olyan, hát óra szerint egy 10 perc, és egyébként lehet, hogy tényleg annyi lesz. Katasztrofális ez a talaj, pedig ez az út, és abban reménykedünk, hogy hát valami beugróban lesz annyi hely, hogy beférne a sátor. Itt például már lenne hely, de hát ezzel nem lehet sátat verni. Utam egy ilyen köves karon, szét tudjuk húdosni. Az a kérdés, hogy hoppa, 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 egy bánya. Egy bánya, ami akár még jó is lehetne, ha középen lenne egy annyi hely, hogy elférne a sátor. És van. És van, de nagyon van. Lehet, hogy meg is van. Picit még lemegyek szétnézek, bár a bringa elég távol van. De egy muszáj ott hagynom, nem észre, hogy tovább menjem, mert akkor mászhatok utána, de hát eléggé le van maradva. Lelépek. Hát van. Itt lesz gond. Jó, de ez nagyon komoly gond. Ez nagyon komoly gond, akkor meg muszáj itt fent nézegedni. De mivel a zsákutc ez egyértelmű, ez ide be lehetne tenni valahova. Akkor gáz, esetleg véletlenül eső van. De az nincs. Azt lehet még, hogy lemálházzuk a bringákat, levisszük a cuccokat, és leadogatjuk. Mindjárt megnézem, hogy ez megy-e. Elviekben menne éppenséggel. De csak nagyon elviekben. Annyira nyugis hely, hogy itt akár még a kaját is meg lehet ejteni. Na jó. Konzultálok Mészivel. És ha szerencsénk van, akkor akár még a naplemente is be lesz húzva. Ön már észre lehet, tehát remélem, hogy be van zárva. Lehetne feszíteni még felfelé a húrt. Szerintem körülbelül még a fele van hátra, de rizikózni, én nem rizikóznék, mert nem lehet tudni, hogy mi van a tetőn. A következő, ez egy zsákutca, valójában nem vezet sehol. A végén van egy üreg, szerintem valamikor felhagyott bánya volt. Az alján ott a tökéletes táborhely, de nem tudjuk levinni a bringákat. Eléggé meredek. Most vagy az van, hogy lemálházunk, levisszük a cuccokat, és utána leemeljük a bringákat külön-külön üresen, vagy pedig megyünk tovább. Ez a verzió. Mit mondasz? Mennyi van? Nem tudom. Szerintem félúton lehetünk. Nem nehéz különben egyáltalán. Döntöttünk, hogy megyünk. Lent eldöntjük, hogy bemegyünk a lyukba, vagy nem. Közben itt Mészi mögött talán lehet látni, hogy már megy le a nap. Azt én mindenképpen le akarom kapni. Gyorsan legurulunk. Nem mondom, hogy különösebben egyszerű. Az útra nyomnánk, például akár ide is, ez már jó is lehetne, de attól félek, hogy ide még visszalátnak az útról. Mondom, azt azért látod, hogy nem lesz életünk táborhelye talajfronton. Néztük az előbb Google-n, hogy megy az út. Érdekes módon itt így visszafordul. Tehát, ott, itt közvetlenül fölöttünk, de az autókat meg nem halljuk és nem is látjuk. Csak ott van bent a jó hely, de nem tudunk lemenni. Ott az a rész, ilyen vízes ilyen meder lenne. Na mindegy, közben lépek, már ott a naplemente. Mészinek nem ez probléma a hátával, mert nekem lesz. Neki gyakorlatilag ágya van. Felfújja, ilyen vastag. Na én kilépek akkor ide naplementét fotózni. Tessék, ebben a másodpercben megy le. Most lehet irigykedni, aki hajlamos az ilyenre. Messzéni a félsziget, ugye elég sokat beszéltem róla. Tessék, hát ezt úgy elcsíptük, hogy gyakorlatilag szinte befutóra. Most írok egy-két állóképet is. Nagy valószínűséggel egyébként mi még itt majd kajálunk egyet, aztán pedig döntést hozunk, hogy fönt vagy lent. Ezt én már valószínűleg élőben nem közvetítem, úgyis hosszú lett ez a film is, hanem azzal, hogy a nap nyugovóra tért, úgyis valószínűleg nem sokára nyugovóra térünk. Hogy milyen lesz az éjszakánk, meg egyáltalán hogy sikerült a táborhely választás, arról majd holnap beszámolok. Addig is mindenkinek jó éjszakát!
utolsó utáni bejelentkezés. Áll a sátor, gyakorlatilag egy lehetetlen helyen. Egy vízmosás ez egyébként. Eddig sepregettünk, az összes követ oda kigortuk, de még így bőven maradt. Elképesztő, hogy milyen a talaj. A fújót azt az előbb teledurrantottam, de úgy, hogy a tüdőmet kiköptem, mintha az életemért fújtam volna. Kőkemény, de álom fekvőhely lesz. Nagyon úgy néz ki. Hát íme. És akkor tessék, a talaj. Nem észével szerintem semmi gond nem lesz. Egyébként egy picikét kintebb lett volna jó az, mert az egy enyésebb lett volna, de ha itt kibújunk, akkor tessék nézni, felgyúltak a fények és mozgás is van. Itt meg kutya van. Szóval azért kicsit behatárolt a dolog, tehát így néz ki a sátor. Ide állítottuk, tehát nem mentünk be a bombatölcsérbe, ez gondolom, hogy világos volt. Még közben annyit elmondok, hogy nem csak a talajjal van a baj, hogy hol egyenes, meg hol nem, meg egyéb más, hanem tele van aknákkal. Ló, vagy a fene tudja, miféle állat lehetett, valami nagy testű. Kilépek, egy pillantás az öbölre. Egyre izgisebb. Kezdik kivilágítani. Úgyhogy lehet, hogy még egy-két snittet majd csinálok a későbbiekben is, mikor még ütősebb lesz. Erősen kerülgetni kell az aknákat. Viszont, amit most látok, az hihetetlen. Hát a naplemente az pakvigy hozzá képest. Megint sétálok akkor ki, de a gazok úgy marnak, hogy az valami hihetetlen. Na, most tessék megnézni az ég alját. Hogy ez visszaed valamit ebből, én nem tudom, de ráközelítek. Olyan vörös, hogy Lenin könyörög a receptér. Tessék. Hát szabad szemmel nem ez látszik, mint ami a kamerán, csak mondom, nem is erőlködök. Lehet, hogy később még jobb lesz. Hold meg, itt van a hegy fölött. Az előbb kicsit ott kikukucskált, most nem tudom, hova tűnt. Hát, ha még látjuk azt is. Következik a vasi, nem lesz már teljesen világos hozzá. Beízítom a sajt salátámat. Itt a pak, a jó kis katerinás nejlonzsákomba, amit kikönyörögtem ingyenre. Tehát a sali. Azt mondja, hogy spicy cheese salad. Csak azért vettem, ez nem volt csak angolul. És akkor itt van még ez a jó kis szezámmagos valami édességszerűség, ilyen keleti, akármi. És akkor nézzük a bucit. Nem stól, de attól még jó. Pillantást vessünk még a napelemes töltőre. Teljesen nulláról indult. Tehát tegnap csülökig kinyomtam. Most már egyébként megy a GPS. Belement 60%. Mondjuk egész nap döngetett a nap, és nem nagyon volt árnyékba, ez igaz. Az pedig gyakorlatilag a Xiaomi-t, ami 3-4-ig volt, teljesen feltöltötte. De ugye az 20 000-es, ami azt jelenti, az legalább 4 000-es beledurrantott abból. Ez alapból 4 000-es, 60% ment bele, úgyhogy azért ez kevesebbet tud, de teljesen logikus is. Hát egy ekkora felület, meg egy ekkora felület között nyilván van különbség. Alakul a kilátás. És akkor nézzük a vacsit. Íme. Hát nem életem salátája lesz, az egyszer biztos. Íze van különben. Kicsit olyan, hát olyan sós. Buciki már megszállt egy picit. Kemény. De szerintem rendben lesz. Ez a szezámmagos akármicsoda meg, hát desszertnek egyszer jó lesz, de nem sok mindent várok tőle. Tipikus ilyen aranysakálos hely. Tegnap figyelj, ott valami. Emlékszel, hogy egymásnak válaszolgattak ott lent a parton. Ez is kísértetésre hasonlít a Pelješacon az éjszakánkra 2014-ben Horvátországba, amikor gyakorlatilag körbevettek. Egy felpillantás a másik oldalra, ott lehet látni, hogy jön az autó. Ott. Már nagyon gyengék a fények. De az a lényeg, hogy ott megy tovább az utunk. Tehát az ott még legalább innen 200 méter szint, és még nem tudjuk, hogy abba az irányba ívesen majd hogy fordul, nyilvánvalóan ezt a hegyet megkerüli. Van benne hagyma is. És ami ettől még jobb, és ezt én nem csípem, hogy csíp. Az egész alig egyenregő volt. Nem tudom, hány embert érdekel az olvasólámpám. Most tessék figyelni. Íme. Nem tudom, hogy mennyire látszik jól, mennyire élesít rá a kamera. Megkapcsolom a fejlámpát is, csak az, hogy megvilágítsam az egészet. Tehát,
Xiaomi, ez pedig így állítható. eBay-ről a kis kacsatyőr. És már be is van világítva a vacsorázó asztalom. És mellé természetesen, tessék figyelni, a kilátást. Lehet, hogy sokat rúgózok ezen, erre eszméletlen, hogy hogy adok. Különben ott a legfelső fények, ott is voltunk, onnan gurultunk le először Itiló, ott az, nem, bocsánat, az nem tudom milyen falu, Itiló ott van. Tehát mi már most feljebb vagyunk, mert mi már 300 környékén vagyunk, az meg 200-on volt. És akkor utána ívesen mentünk le, és akkor Limeni öböl pedig ott bent, meg egyébként itt alul is. És a naplemente most már remélem kegyetlenül vörös. Sőt, mi több. Még jobban is, mint kellene. Hallod? Mi ez? Szerintem aranysaki. Az itt van egész közel. Ez teljesen itt van. Körbevettek.